Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a nagy teremben, a kávézóban, és azokat a hallgatókat is, akik majd a YouTube-on fogják követni ezt a vitát. Mellettem álló úriember az Váci Kristóf, én pedig Tucsek Máté vagyok, mind a ketten másodéves joghallgatók, és a Projure Egyesületnek tagjai. A ma este valószínűleg, illetőleg biztosan mi fogjuk moderálni ezt a vitát. Tióhéjban felvázolnám gyorsan az este folyamát. A következő másfél órában irányított kérdésekkel, illetve témákkal átbeszélnénk az este témáját, és utána a maradék fél órában 10-ig, remélhetőleg 21.30-tól 10-ig az önök kérdéseire kerülne sor. Remélem, hogy kihasználjuk ezt az időt, és mindenki tud is majd kérdezni, és fog is majd kérdezni. És akkor föl is szólítanám estünk egyik vitapartnerét, dr. Ragány Zoltánt, karunk mesteroktatóját, illetve büntetőügyvédet. Most kérem, köszöntsük szeretettel Budapestről a független publicistát, újságírót, rádió és tévés műsorvezetőt, Puzsér Róbertet. Ezt a vitát azért szerveztük eredetileg, mert úgy gondoltuk, hogy valós és érvényes társadalmi vita nem folyik abban a kérdésben, hogy milyen is pontosan a jogásság megítélése a mai magyar kultúrában. Pult alatt természetesen van róla szó, mindenki szokta őket szidni, amikor baj van, akkor hirtelen nagyon jól jönnek nekünk, de Isten igazából egy áldásos konszenzus nem született meg. Azért tartottuk jó ötletnek Puzsér Róbertet lehívni ide Szegedre ezzel kapcsolatban, mert, és ez személyes meglátásom, Robi nagyon gyakran azt a funkciót tölti be, amit általában úgy nevezünk, hogy a társadalmak szócsöve. A társadalom mélyén rejlő problémákat ő kimondja, a felszínre hozza, párbeszédet generál, vitát generál. Ennek következtében napirendre kerülnek ezek a nem vitatott pontjai az életünknek, és tulajdonképpen utána merünk róla beszélni. Ragány tanár úr, ő egy mesteroktató, aktívan praktizáló ügyvéd. Ha jól mondom, 11 évig ügyészként dolgozott, körülbelül 11 évig ügyészként dolgozott, és nagyon nyitottnak mutatkozott, hogy lejön ide most velünk, és megvitassuk ezeket a kérdéseket. Nyitó kérdésnek arra gondoltam, hogy feltenném nektek azt, hogy ha meg kéne fogalmaznatok, akkor hogyan tennétek azt, hogy pontosan a jogásságnak mi a funkciója egy társadalomban? A társadalom rendes működésében milyen szerepet töltenek be a jogászok? Privilegizált kaszt-e a jogásság? És hogy unblock mi az ő szerepük? A kérdéseket elsősorban Robinak szánnánk, és Ragány Zoltán tanár úr válaszolná meg, de természetesen ez fel is cserélődhet. Ezt mind a partnereknek bízzuk, és akkor Robi, kérlek, mesélj, mi a benyomásod erről az egészről, illetve hogy látod, hogy nem is csak te, hanem maga általában a társadalom, hogy itt éli meg ezt a, nem mondom, kasztot, mondjuk azt, hogy kasztot, igen. Hát azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy kasztot. Mondhatjuk azt, hogy kiváltságos kasztot. Olyannyira mondhatjuk, hogy kiváltságos kasztot, hogy hát itt azt a címet, hogy doktor, ezt a doktori címet, ezt eredetileg csak az orvosok használhatták. Ennek volt egy funkciója, ennek a doktori címnek. Az volt a funkciója, hogyha valakinek agyvérzése van, vagy infarktusa van, és végig kell nézni az utasoknak a listáját, mondjuk egy repülőgépen, vagy végig kell nézni a lakóknak a névsorát, hogy kihez csöngessünk be. Itt minden másodperc számít. Minden másodperc számít. Azon egy embernek az élete múlhat, hogy jó helyre csöngetünk-e be, doktor úr segítsen. Erről szólt a doktor. Az egy közérdek volt, hogy az orvos használja ezt a neve előtt, hogy doktor. Aztán, hogy nem, ez a doktor, ez egy presztízs lett, ez egy hatalmi jelvény lett.
És a bizonyos egyéb kasztok elkezdtek rárabolni erre a privilégiumra, hogy doktor, a doktorságra. És hát milyen különös, hogy pont a jogászok lettek azok, akik doktor úr, hát igen, de még nem önre van szükség, mert még nem a hagyatéki végzést kell elvégezni, hanem még lélegeztetni kéne, vagy még újraéleszteni kéne. Tehát még, ugye, kik nyúlták le ezt a fogalmat, és alkalmazták magukra önkényesen? Hát a jogászok, ők, akik döntenek arról, hogy hát kinek szabad használni ezt a doktori címet, és kinek nem. Milyen kurva érdekes, hogy rögtön nekik lett szabad használni ezt a címet. Hogyha az a kérdés, hogy mi a társadalmi funkciója a jogászoknak, meg a jogásságnak, akkor hát az, hogy legitimálják a létezésünket. Mert a mi létezésünk az illegitim. Illegitim, amíg a jogász úr, az ügyvéd úr nem ellenjegyzi a létezésünket. És abban a pillanatban, hogy ez megtörtént ez az aktus, onnantól kezdve legitim a létezésünk. Jogos a létezésünk. És hát persze ennek megfelelően meg kell fizetni pecsétenként az 50 ezer forintot. Hát ennyit megír a létezésünk joga. Abszolút. Többet is. Hát, attól függ, hogy milyen létezésről beszélünk természetesen. Lehet az 60 ezer is, 80 ezer is, világos. Plusz létezése válogatja. Na szóval, üdvözlöm a hallgatóságot, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És akkor először is, ha már így rögtön ez a docere, ez a doktori cím megszólaltatott, és nem véletlenül latin kifejezést használtam, mert ugye a docere a tanítani igéből származik ez az egész mizéria, ha lehet ezt annak nevezni. És hát ha visszagondolunk, és szerintem ebben a tárgyalóteremben, ebben a teremben elég sokan túl vannak már a római jogi tanulmányaikon, amelynek az első fejezetében az észak-itáliai városoknak a jogássága és az ottani tanítás és a jog szétvivése Európában egy kardinális kérdés volt, és én azt gondolom, hogy ez az eredet ez inkább ebből származik. Tehát jogom van arra, hogy tanítsak. Doktor vagyok, hiszen, és ennyi tényszerű pontosítás feltétlenül szükséges, hogy ha már a jogászok voltak azok, akik elintézték maguknak a doktorok után ezt a címet, akkor elég nagyvonalúak voltak ezek a jogászok, mondhatni azt is jó fejek, ugyanis a fogorvosoknak is megadták, bár ők se nagyon tudnának lélegeztetni a repülőgépen, az állatorvosoknak is megadták, azt a lélegeztetést sem biztos, hogy szeretnénk a repülőgépen, megadták a farmakológusoknak, azaz a gyógyszerészeknek is. Tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy itt kizárólag egy önös érdekből a saját helyzettel való visszaélés mutatkozna meg ebben a történetben. De egyébként amennyire én tudom, Osztrák-Magyar Monarchiában való eredete van ennek a történetnek, éppen ezért Ausztriában is ez egy bevett szokás, nem csak Magyarországon, bár ugye nem tudom, hogy itt európai kitekintéssel is élünk, vagy csak a magyar jogászokat fogjuk a mai napon a boncasztalra tenni. Tudomásom szerint Olaszországban is van ilyen, Németországban nincs, tehát azért ez egy úgynevezett európai jelenség, és én, ha szabad ezt a személyes megjegyzést tennem ehhez a témához, a ma esti plakáthoz, őszintén mondom, nem tudtam akkor még, hogy ez a téma föl fog ma kerülni. Szándékosan kértem a szervezőket, hogy vegyék le az én két betűmet, és ezt tettem a vita partnerem iránti tiszteletből, hogy még csak véletlenül se legyen a plakáton ilyen jellegű különbségtétel közöttünk. És hogy a jogásság társadalmi szerepe hogyan és miként néz ki, nyilván eltérően ítélem meg ezt a kérdést, mint a vitapartnerem, és legelső körben azt gondolom, hogy azt kellene tisztázni, hogy ma este valójában kiről és miről fogunk vitázni. Ugyanis a fogalmak kicsit keverednek, nem csak a közbeszédben, hanem a vitapartneremnek a különböző megszólalásaiban is, ugyanis egyszer jogászról, egyszer ügyvédről beszél, amelyek nem összemosható kategóriák, annyi közös metszet mindenképpen van, hogy ugyanazt a doktori címet viselik,
és ugyanazon az egyetemen szereztek jogi egyetemi diplomát, és annyi közös pont is van, hogy a hivatásrendek egyébként átjárhatóak, tehát az, aki ma esetleg bíró vagy közjegyző, hogy hagyatéki végzésre pecsétet tesz, az lehet, hogy holnap ügyvéd lesz és fordítva, de ezt egy feltétlenül fontos pontnak tartanám rögzíteni, hogy akkor kiről fogunk beszélni, mert más-más hivatásrendi szabályok vonatkoznak a különböző feladatokat ellátó jogászokra. A nagy vonalakban azt gondolom, hogy a felelősség az közös jogászok és ügyvédek közt. Bár én eddig úgy tudtam ezt, hogy a jogász a nagyobb átfogó kategória, és annak az ügyvéd a szakiránya, tehát kvázi a jogász a rovar, és az ügyvéd a bogár. Ez így teljesen helyes. Módon, igen, tehát ha azt mondom, hogy jogász, abban az ügyvédek már mind benne vannak. Akkor hát beszéljünk a jogásságról. Kétségtelen, ez egy gyümölcsös kategóriával is meg lehetett volna fogalmazni, de tudjuk be ezt a közönség hergelésének. József Attila, akit erről az egyetemről rúgtak ki, fogalmazott úgy, legitim módon kirúgtak, ő fogalmazott úgy, hogy jogállamban a pénz a fegyver. Ezzel körülbelül kifejezte azt, hogy mi a tényleges probléma. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a velejére tapintott ennek a problémának. Kik a jogászok? Ők, akik az erkölcsöt jogra váltják. A kettő közötti különbséget pedig zsebre teszik. Röviden. Ők a jogászok. Ha meghallgatjuk az ő megnyilatkozásukat a nyilvánosságban, akkor egy fürdőzés. Egy merő fürdőzés a jogászkodásban és az erkölcs hamisításban. Én nem emlékszem arra, hogy egy jogász elmondta volna, hogy ezeket a fogalmakat, ezeket igenis külön kell tárgyalni, és külön kell választani, és nem, én nem emlékszem arra, hogy egy jogásznak meg kikérték volna a véleményét a nyilvánosságban, televízióban, rádióban, nyilvános előadás keretében, és ő felhívta volna a figyelmet a jogrendszer tökéletlenségére. Felhívta volna a figyelmet arra, hogy a jog és az erkölcs az nagyon két kategória. Hogy az nagyon két... Nem. Hát ők pontosan ebből élnek, hogy a jogból vezetik le az erkölcsöt, és nem az erkölcsből a jogot. Tehát ez az alapvető súlyos probléma. A jog az erkölcsből származik. A jogásznak pedig pont az a feladata, hogy a jogot és az erkölcsöt, a jogosat és a helyeset módszeresen összetévessze és összetéveszthetővé tegye. De rossz hiszeműen, kifejezetten, tehát nem arról van szó, hogy nem jóké, nem képzett jogász, hogy nem képzett az erkölcs terén, érti ő a különbséget. Csak meghamisítja. Meghamisítja, mert ezért fizetik. Mert ezért fizetik. A helyzet az, hogy mindannyian tudjuk, hogy ami a törvény előtt megáll, az nem biztos, hogy megáll az Atya Úristen ítélőszéke előtt, vagy akkor, hogyha valaki ateista, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy az emberi lelki ismeretnek az ítélőszéke előtt. Nem feltétlenül áll meg. Csak hogy a jogásznak az a feladata, hogy a kettő közti különbséget elsikkassa. Sajnos, és leginkább ezt tapasztalom, és azt gondolom, hogy általában a társadalmi megítélése a jogásságnak, az ennek a mentén alakul ilyen gyalázatosan. Nem értek egyet természetesen. Még annak ellenére sem, hogy voltak ebben az expozéban használható elemek. Soha senki nem mondott olyat, és én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt ki kell állni a plénumra, de ha valaki hallgatott jogelméleti kurzusokat, akkor az igenis foglalkozott azzal, vagy ha olvasott ilyen könyvet, hogy az igazság és a moralitás és a jogosság kérdései azok határozottan elválaszthatók és elválasztandók egymástól. És ebben a körben én föltennék egy kérdést, nem túl elegáns dolog kérdéssel válaszolni, hogyha a moralitást asztalra tesszük, és ezt tekintjük origónak,
akkor határozzuk meg ennek a fogalomnak, bár ez már egy jogászbetegség, ami nyelvet én most beszélek, de muszáj, hogy ezt a elhatárolást megtegyük, hogy kinek a morális mesdjéjén haladunk, milyen tartalmú ez a morális mesdje, és milyen legitimációval rendelkezik ez a morális mesdje, amelyet joggá kellene konvertálni. Mert hogy ez az én meggyőződésem szerint lehetetlen, azért lehetetlen, a szónak abban az abszolút értelmében, amiben a vita partnerem itt a céltáblát kitűzte, azért lehetetlen, mert igazság nem létezik. Pontosabban létezik, mindenkinek megvan a saját maga igazsága. És ez egyébként majd a későbbiekben a hivatásrendi szabályok kapcsán is erre konkrétan rá fogok térni, hogy az ügyféli érdek az, ami például egy védőnél a tényállításhoz való kötöttség mindenképpen szükséges, hogy megjelenjen, és azt kell képviselni, de nem járunk még itt. Ugyanakkor, ha morális kategóriákban gondolkodunk, akkor is azt gondolom, hogy ez egy szubjektív fogalom. Mindenki mást gondol bizonyos dolgokról, nyilván határozottan lehet állást foglalni abba, hogy nem lehet embert ölni, hogy csak a legszélsőségesebb és legegyszerűbb példát hozzam föl. Ebben abszolút konszenzus van, ez mindenkinek a morális értékrendje szerint egy igazság, a büntető törvénykönyv megfelelő szankciót is tesz ehhez, tehát a morális igazság igenis törvényben megjelenik. Na de az összes olyan többi kérdés, amelyben egyénenként meghatározható morális igazságok vannak, nyilvánvalóan egyénenként nem önthetők jogszabályba, sőt, mi több azt állítom, hogy a jogalkotó, és én most egy jó jogalkotóról beszélek, és véletlenül sem szeretném ezt térben és időben elhelyezni, egy jó jogalkotó igenis képes arra, hogy azt a fajta zsinórmértéket, ami egy társadalom általános elvárása szerint megjelenik, azt megfelelő jogszabályokba öntse, hogy úgy mondjam, absztrakt módon szabályozzon életviszonyokat, és ezen absztrakt életviszonyoknak kell alkalmasnak lenni arra, hogy körülbelül minden helyzetre alkalmazhatóak legyenek, és nyilván itt jön talán ez az egyetlen egy pont, amiben helytálló lehet vitapartneremnek az álláspontja, hogyha van olyan élethelyzet, amit a jogalkotó nem szabályozott, és az adott jogág engedi, például az analógia alkalmazását, akkor az analógia a hasonlóság elve alapján oldja meg ezt a helyzetet, de például a büntetőjogban ez kifejezetten tilos, de nem akarok büntetőjogász lenni ma, hanem ma én jogász akarok lenni. Én tőled kérdezem, Zoli, hogy valaha ez a jó jogalkotó létezett? Mondtad, hogy ne helyezzük el térben és időben, csak ez egy, hát egy nagyon absztrakt fogalom. Én azt gondolom, hogy nem csak létezett, hanem létezhet is. Én hiszek ebben, hogy ezek az ideák, ezek vannak, mert ha nincsenek, akkor valóban ez is egy olyan morális kérdés, amelyben ha már nem tudunk megegyezni, akkor nem tudunk nemhogy egyről a kettőre, hanem nulláról az egyre jutni. Én pedig Robitól kérdezném még gyorsan, hogy ha már jogászokról beszélünk, akkor leszűkíthetjük ezt csak ügyvédre? Úgy általában az, amire te gondolsz, mert mondjuk konkrétan az ügyvédekre jellemző ez, vagy maradjunk a jogásznál és használjuk mindenkire? Maradjunk a jogászoknál. Ne szűkítsük le. Átfogóan értelmezzük. Az ügyvédek gazemberisége az kifejezetten a jogászok gazemberségéből levezethető és következik. És ugyanez igaz a bírákra is? Hogyne, természetesen. Ez az erkölcsi relativizmus, amit az előbb felvetődött, ez természetesen az erkölcs és a jog közti deficitet volt hivatott lefaragni. Ugye? Tehát arról van szó, hogy a jognak van egy erkölcsi deficitje. Tehát vitassuk el az erkölcsöt. És akkor nincs deficit. Marad a jog. És ami jogos, az helyes. És kész. Nem, ne vitassuk el az erkölcsöt. Az erkölcs az attól még létezik, hogy a jog levált róla. És váltópénz szed a kettő közt. Attól még nagyon is létezik. Nem szabad ölni. És ez volt az, amit meghatároztunk, hogy na, ez egy olyan maxima, amit a jog maximálisan... Ez egy minimum volt. Hogy ez egy minimum. Ez egy minimum. Tényleg nem szabad ölni? Mert 1989-ig szabad volt. Volt halálbüntetés. Ja, az nem ölés. Mert rajta van az állam pecsétje.
mert az legitim, ugye, az már nem is ölés. 1989-ig szabad volt az Egyesült Államok számos államában, szabad ölni. Szabad. Attól még nem lesz helyes, hogy ezt meghatároztuk most, mint egy minimumot. Valójában nem minimum, valójában ez sem minimum. A jog az úgy facsarja ki, meg úgy hamisítja meg, meg úgy köpi szembe, meg úgy tapossa meg az erkölcsöt, ahogy éppen az adott körülmények között teheti. Itt Magyarországon is jó eséllyel lenne halálbüntetés, ha nem lenne az Európai Unió, meg az elitünknek nem lenne olyan jó pénze az Európai Unióból. Éppen elég, hogyha valahol valami pszichopata sorozatgyilkos legyilkol valami ártatlan csajt valahol vidéken, és Orbán Viktor már ki is állt, és már mondta, hogy hát el kéne itt gondolkodni azon, hogy kéne a halálbüntetés, mert látja az emberek szemében a vérszomjat, és természetesen lájkokat kell maximalizálni erre hivatkozva is, és föl kell vetni, hogy hát el kéne gondolkodni, de miközben pontosan tudja Orbán Viktor, hogy ezen ő nem gondolkodhat el, mert ezt ő így ő nem dönthet, mert ehhez neki nincs joga, csak ha kivezeti az országot az Európai Unióból. Ez egy huxit lenne, ugye? Hát, de akkor nincsen tovább mészáros offshore gazdagodás, mert akkor elzárják az Európai Uniós pénzcsapokat is. Tehát Orbán Viktor annyira talán mégsem bosszúvágyó, de hát természetesen annyira populista, meg annyira kellenek az olcsó lájkok, hogy ott és akkor, amikor az emberek szeme éppen vérben forog, akkor ezt a lájkfát megszüretelje. Muszáj, hogy közbevessek. Még nem hallottam egyébként, hogy Mészáros Lőnyzet a halálbüntetéssel emelték volna, ugye egy párhuzamban. Nem is emiatt akartam közbevágni, hanem amiatt, mert itt megint egy olyan pontra érkeztünk, ahol elkezdünk relativizálni, és elkezdünk össze-vissza mosni kérdéseket. Ugyanis az én példám arról szólt, és a vitapartnerem érvelése megerősített abban, hogy helyes volt az általam használt példa, anélkül, hogy minősíteném magamat, hogyha ez egy minimum, hogy nem ölünk embert, és már is kiderül, hogy ezen a minimumon sincs az emberek között morális konszenzus. Hiszen egyetértek azzal, hogy az emberek habzó szájjal szeretnének halálbüntetést, mert ez tényleg jól hangzik, hogy öljük meg azt, akit úgy gondolunk, hogy meg kell ölni. És azzal is egyetértek, hogy nem volt helyes, hogy 89-ig volt Magyarországon ilyen, vagy hogy az Egyesült Államokban a mai napig van. Na de közben a morális köz, vagy a közmorális, az szeretné, hogy legyen, tehát ha ezt a fajta szempontot tennénk első helyre, hogy a közmoralitásból kellene jogszabályt alkotni, akkor ma Magyarországon lenne halálbüntetés, és nem azért nincs halálbüntetés, mert az Európai Unió ezt megtiltja, hanem mert talán a józan ész uralma diadalmaskodik. Hát szerintem meg az egyetemes erkölcs uralma diadalmaskodik, és nem a józanész uralma. Én azt gondolom, hogy... De ki az egyetemes erkölcs? Az egyetemes erkölcs azért levezethető a szent könyvekből, levezethető az irodalmi és kulturális hagyatékból. Tehát azért ennek is... persze, hát ehhez bölcsészek kellenek, nem jogászok. Hát világos, hogy... Van beugróm? Szóval beugróm, mert akkor cserélünk. Mert szóval, hogy létezik egyetemes erkölcs, és biztos, hogy nem a népszavazás intézménye az, ami meghatározza azt. Tehát biztos, hogy nem arról van szó, hogy na, ti kedves tömeg, itt ez a gyilkos, akarjátok látni, ahogyan deresre húzzuk, meg utána karóba húzzuk, vagy inkább néznétek a való világot. És hogyha ők itt a deresre meg a karóra szavaznak, akkor jogos lesz megölni. Hát nyilvánvalóan nem ezt jelenti az egyetemes erkölcs. Sőt, leginkább ennek az ellenkezőjét jelenti az egyetemes erkölcs. Pontosan tudjuk, hogy a Jézus vagy Barabás dilemmában is kikérte Pilátus a tömegnek az álláspontját, és az emberek megszavazták, hogy Jézust kell megölni. E szerint helyes volt Jézust megölni? Aligha. De hát már az evangélium tárgyalja azt, hogy a népszuverenitás az nem elégséges intézménye az igazságnak. De attól még az igazság, meg a törvény előtti legitimitás, az nem fog egybeesni. Az nem fogja egymást 100%-osan leképezni. A súlyos probléma a jogássággal az, hogy túlszul ejtették az életünket. Erről a
erről a Franz Kafkának a Per című elbeszélése ír a legpontosabban, aminek természetesen van egy metaforikus értelme, ami a létezésünknek, az egzisztenciális létünknek, a halálra ítéltségünknek a nyomorúságát helyezi analógiába a törvény előtti elnyomatásunkkal, meg azzal a lélektelen gépezettel, ami letarálja az embert. Ha bekerül abba a lélektelen gépezetbe, ami a bíróságoknak a rendszere, a törvényességnek az intézményei, akkor az embert letarálja. Tehát arról van szó, hogy József K-t valaki feljelentette, valakinek a feljelentése, vagy a rágalmazása nyomán őt bíróság elé állították, és onnantól kezdve ez a lélektelen intézmény, ez a húsvér József K-t ledarálja. Ez az élmény, ez jelentkezik a Franz Kafkának az elbeszélésében. Túlszülejtették az életünket, és azért, hogy elengedjék, egy pecsét 50 000 forint. És ez egy általános élmény. Ez egy általános élmény, hogy a jogász az legitimál valamit, és belépett egy olyan helyre, ahol talán a bölcsésznek, vagy a filozófusnak lenne a helye. Tehát belépett egy olyan térbe, ami az erkölcs lerontása. Tehát ez itt a súlyos probléma. És amikor azt mondjuk, hogy nincsen egyetemes erkölcs, de vannak egyetemes erkölcsi, én azt gondolom, hogy igenis vannak egyetemes erkölcsi normák. És lehetséges, hogy ezekben bizonyos emberek nem értenek egyet, mert az embernek akkora szabadsága van, főleg manapság, hogy így mindent joga van megkérdőjelezni, vagy kétségbe vonni. De ugyanakkor meg léteznek egyetemes erkölcsi normák, és azt gondolom, hogy ma már elég általánosak. Tehát ma már egy tévésorozatot néz az ember, vagy egy filmet néz az ember, nagyon súlyos erkölcsi kérdéseket tárgyalnak ezek a tartalmak. Az emberek hihetetlenül széles tömegei, az emberiség történetében sosem látott széles tömegei gondolkodnak az erkölcsről olyan színvonalon, amilyen színvonalon a történelem folyamán, mondjuk évszázadokkal ezelőtt, csak 30-40 fős asztaltársaságok gondolkodtak. A legszűkebben értelmezett elit. Tehát azt gondolom, hogy erre az erkölcsre, hogy igenis vannak már olyan erkölcsi és morális alapok, amelyekre lehetne helyezni az életünket, meg a létezésünket. De a helyzet az, hogy túlságosan súlyos érdekek, pénzügyi érdekek, meg hatalmi érdekek állnak ezzel szemben. Akkor, ha elhangzott ez a bűvös kifejezés, mert én azt gondolom, hogy magam is ide tereltem volna a beszélgetést, hogy hatalmi és egyéb más érdekekről van szó, akkor viszont nem értem a párhuzamot a jogássággal. Ha csak az egyetlen egy párhuzam nem lehet, hogy a jogalkotót nevezzük jogásznak, aki egyébként nem feltétlenül lesz jogász, mert ha és amennyiben hatalmi érdekekről van szó, és az emberek kelepcébe zárása, ha jól idézem, akkor nem a jogásság által, hanem a hatalmi érdekek által kerül kelepcébe zárásra. Ennek pedig semmi köze nincs a jogássághoz. Ugyanannyi köze van a fogorvoshoz, meg az autószerelőhöz, ha és amennyiben hatalmi érdekekről beszélgetünk. Viszont akkor eltérünk a tárgytól. De talán nem véletlen, hogy Magyarországon éppen egy jogászokból álló maffia az, amelyik lenyúlta az államot, vagy megszállta az államot. Igen, Orbán Viktor és Slepje, jogászokból kifejezetten ez a Bibó Koleszos társaság, kifejezetten jogászokból álló bűnszövetkezet. A három közjogi méltóság egy koleszoba intézményrendszere. Kifejezetten jogászok, igen, és alig, ha véletlen, hogy kifejezetten jogászok. Idézhetek én itt egyet Orbán Viktortól? Szerintem azért fölösleges, bocsánat. Mert Magyarországon azért vagyunk. Nem. Megindokolom, hogy miért gondolom ezt fölöslegesnek.
mert akkor most már én kezdem érteni ezt az egész indulatot a jogássággal szemben, vagy legalábbis erőteljes álláspontot, ami valójában akkor nem is a jogásság, hanem egy aktuálisan regnáló hatalom ellen van, amelyben én nem kívánok állást foglalni, és ha ez lett volna a beszélgetés tárgya, akkor egészen biztosan nem ültem volna ehhez az asztalhoz, mert én nem szeretnék minősíteni hatalmon lévő kormányokat, akik egyébként a népszuverenitásból gyakorolják a legitimációjukat. Ez tetszik, vagy nem tetszik, így van. Lehet, nem csak azért lenne felesleges elmenni a politikai, persze beszélsz, nem erről van szó, de szerintem bővelkezdte való életből vett példákkal is egyébként. Ez nagyon való élet. De nem politikai. Konkrét a jogászokról. Legkonkrétabb értelemben vett való élet. Bocsássál meg. Nem ez az indulatom tárgya a jogássággal szemben. Hát nem arról van szó, hogy nekem van egy indulatom Orbánnal, meg a Polt Péterékkel szemben, és ez rávetül szegény jogászokra. Nem. Nekem van egy indulatom a jogászokkal szemben, és hoztam ide egy jó példát. Akkor Orbán Viktor, meg Polt Péter személyében. Hozhattam volna más példát is természetesen, de ez egy népszerű példa itthon. Kérdezhetek valamit? Igen? Ez olyan Havas Henrikes volt. Én is tudnálak sértegetni. Ezt nem annak szántam. De tényleg olyan volt anélkül, hogy bántás lett volna benne. Na szóval, szabad-e, remélem nem fogok vele bármilyen érzékeny sebet föltépni, mert nem ez a szándékom, vagy akármilyen személyes érzékeny témát megérinteni, de mi volt az a személyes élmény, és az élményt itt idézőjelbe is tehetjük, amely ezeket a gondolatokat szülte benned? Nem volt egy ilyen konkrét eset. Én tudom, hogy ez ilyen nagyon jó élményszerűsíthető lenne a Puzsérnak az indulata, hogyha most elmondanám, hogy 1993. október 12-én délután 4 órakor történt velem valami, amikor egy jogász nagyon kibaszott velem, vagy ilyesmi, vagy egy pecsétért fizettem 50 000 forintot, de az igazság az, hogy ez ilyen két hetente előfordul. Tehát, hetente kell pecsétért 50 000 forintot fizetni? De ez egy eléggé általános élmény, hogy az igazságunk jogra váltása, az ilyen elképesztő pénzbe kerül, és elképesztő pofátlan módon van elkérve ez a pénz. De mégis személyes oknak kell mögötte lenni, hiszen ha nincs, én nem tudok... De annyira sok van, hogy most nem tudok egyet kiemelni, bocsássál. Dehogy nem, egyet. Jó, rendben, Kaiser Edének a lesittelése, és a ledarálása egy ártatlan embernek, mint tömeggyilkosnak. Ez mit, személyes élmény? Jaj, most nem utass magadra. Nem nekem, hanem a kérdésemben volt, hogy mi az a személyes élmény? Ennél sokkal személyesebbet nem fogok tudni neked mondani. Hát akkor ez távol van. Akkor jön az idé. Jó, akkor jön az idézet Orbán Viktortól. Ez így abszolút válasz. Így hangzik az idézet. Sértsük meg a kampánycsendet, az ügyvédek majd megvédenek, osz jó napot. Ez elhangzott? Aha. Hol? Aha. Mindjárt én vagyok számon kérve! Hát egyébként jogosan, rá nem ismerek a miniszterelnök. Jogosan a forrás azért illik megjelölni. 2000, valamelyik kampány idején kiszivárgott egy ilyen kampány megbeszélés Orbán Viktorral, vagy 2006-ban lehetett, vagy 2010-ben vagy lehetett. Vagy 2002-ben, vagy 1998-ban, tehát 4 évente valamikor. A forrást illik megjelölni. De akár utána is nézhetnél. Akár rá is kereshetsz. Ez így hangzott, Orbán Viktor mondta, de annyira jó, hogy már is elkezditek védeni. Orbán Viktor szerint ezt nem is szólt, mikor mondta. Érdekes, hogy mikor mondta, kedves jogászok. Érdekes. Ez az érdekes most, hogy mikor és igen. Hol mondta. Robi, az is lehet, hallottam a hangfelvételen, ahogy Orbán Viktor ezt mondja. Tehát ezt Orbán Viktor mondta, ez kijutott. Tehát tényleg arról van szó, hogy tájékozatlanok vagytok, nem hallottatok még erről, én meghallottam, és rögtön én adjak számot. Hát szerintem... esetleg tájékozódjatok. Szerintem... Ez egy tudományos érv volt. Csak fogadjuk el, menjünk tovább. Szerintem... Szóval Orbán Viktor ezt mondta, és tudod, azt sem tudom megmondani, milyen színű volt a nyakkendője, amikor ezt mondta. Tudod? És akkor most ebből kiindulva el lehet vitatni, hogy Orbán Viktor ezt mondta? Nem. Most Orbán Viktor gazemberségét relativizálja az, hogy én nem tudom, hogy mikor mondta? Nem. De még ha nem mondta volna, akkor is egy Nem. Szóval... Én azt gondolom, hogy nem Orbán Viktorról, vagy bármely Trumpról van szó. Nem, Orbán Viktorról nem. Arról van szó, hogyha az ember kijelent valamit,
és arra hivatkozik, hogy ezzel ő meg akar győzni egy vitapartnert, egy közönséget vagy bárkit, akkor az a minimum, hogy megjelöli azt a forrást, hogy ezt ő honnan vette. Mert ez, és bocsánat, tényleg ez a szint az internet like vadászok szintje, ami ma már elhangzott, amikor odaírjuk azt, hogy én hallottam, hogy ezt meg ezt csinálta valaki, és emberek ostoba módon osztják meg azt a marhaságot, amit soha senki nem látott, és nem hallott. Ez körülbelül ugyanaz a szint. Ez az internet like vadászok szintje, hogy valaki megoszt egy információt, ami köztudott, ami közismert, hát amit mondod, mindenki hallott. Robi, te mondod, hogy köztudott, hogy Orbán Viktor ezt hány mondta? Hány ember hallotta ezt a kijelentést, csak a köztudottságról? Én nem tudom, tényleg, kíváncsi vagyok rá. Sokan. Jó, én nem ezt vitatom. Figyelj, el. Szerintem kevesen. Nem ezt vitatom. Teljesen mindegy. Kevesebben vannak, akik föltették a kezüket. Na jó, tehát akkor ez viszont azt jelenti, hogy kevesebben vannak, akik föltették a kezüket, tehát Orbán Viktor ilyet nem mondott. De nem. Senki nem mondott ilyet. Nem menjünk el ebbe az irányba, mert teljesen mindegy, hogy mondta el, vagy nem igazán. Semmi, hogy az embernek a szennyesét mozdatjátok arra hivatkozva, semmi, hogy nem tudom, hogy mikor mondta. De ne beszéljünk róla, és akkor nem fogjuk mozdatni a szennyesét. Ne róla beszéljünk. Beszéljünk a jogászokról. Beszéljünk a jogászokról. Ezért jöttünk ide. Ezek az emberek nem Orbán Viktor miatt jöttek ide, hanem a jogásságot érintő kulturális problémák megítéléséről. Ha nem kanyarodtunk volna erre, hogy mikor mondta ezt Orbán Viktor, és milyen színű nyakkendő volt rajta, akkor én ebből csak annyit akartam volna kihozni, hogy mindenki így gondol erre. Ez a dolguk a jogászoknak. Függőhidat ácsolni a jogos és a helyes közti szakadék fölé, hogy azon át lehessen hurcolni az ebből szerzett zsákmányt. Ez a jogászok feladata. És Orbán Viktor is így gondol a jogászokra, és nem véletlen a Polt Péternek a személye, meg nem véletlen a Polt Péternek a szerepe. Ebben az egészben. A Polt Péter az, aki a lenyúlt országot, meg az elrabolt vagyont legitimálja. Ő legitimálja. Én azt gondolom, hogyha egyszer, valaha megérjük ennek a rendszernek a végét, akkor a Polt Péternek egy szobrot kell állítani a jogi egyetem elé, de tulajdonképpen egy Polt Péter alakú lyukat kell majd vájni az aszfaltba. Mert ugye a nagy embereknek szobrot állítunk. Na de mi a helyzet azokkal, akik viszont meg a legaljasabbak, a leghitványabbak mind közül? Hát egy Polt Péter alakú lyukat kell vágni, és mindenki beleköphet, meg belehugyozhat, míg meg nem telik. Fogadjuk el ezt az állítást egy általános kritikaként, amivel én még egyébként egyet is tudnék érteni, mert szerintem a nagy többségnek a véleménye az ügyvédekről és ebből kifolyólag a jogászokról nem különbözik attól, amit Robi mondott. Teljesen mindegy, hogy ez picit, az idézet picit, most... Picit kevésbé cizellált. Nem, én ezzel sem értek egyet. Jó, Robi, szerinted ez a vélemény nagy részt leképeződik a társadalomban? Mindenki így gondolja? Teljesen függetlenül az idézetről. Mi az, hogy mindenki így gondolja? A társadalomban mindenki úgy gondol valamit? Nem, csak az erkölcsösebbek. Úgy, akik szeretnek tehát akik megoldják okosba, azok nem így gondolkodnak róla, azt tuti. Azok nagyon hálásak az ügyvédnek, és perkálnak, és kivásárolják a jó erkölcsből az ebből szerzett vagyonukat. Tehát akkor, aki perkál az ügyvédnek, az okosba oldja meg. Nem. Csak kérdeztem. Nem. Van itt neked persze félre lehet érteni. Nem. Némi rossz indulattal. Véletlenül sem rossz indulattal. Nem. Kérdezem, hogy aki fizet az ügyvédnek, az okosba akarja megoldania. Ez az állítás. Mert akkor erre kell reagálnom. Nem szükségszerűen akarja okosba megoldani, de aki okosba akarja megoldani, az fizet az ügyvédnek. Nem mond nekem, így értjük Nem értjük. Biztosan értjük, hiszen oktatunk az egyetemen, tehát ezt értenünk kell, hogy okokozati összefüggés az egyirányú utca, pontosan nem kétirányú. Pontosan ez a baj, hogy nincs benne okozati összefüggés. Tehát megoldjuk okosba, ebből fakadóan fizetünk az ügyvédnek, és akkor az legitimálja azt, de ami nem, egyébként nem, azért nem, mert ha az ügyvéddel ezt közösen tesszük, akkor az ügyvéd nem ügyvéd, hanem bűntárs. És ilyet még nem láttunk, igaz? Nem ezt mondtam, hogy nincs ilyen. Nem ezt mondtam, hogy nincs ilyen. Én csupán megint csak abból az ideából indulok ki, hogy vannak ügyvédek, akik nem oldják meg okosan. Ja, biztosan vannak olyanok, akik megoldják, de ez a társadalom minden rétegére igaz. Vannak, akik ilyenek, vannak, akik olyanok. Igaz, hogy a csúcsán is ez megy, ami a bűntárs, a bűntárs ügyvéd, kvázi ami Walter White-nak Saul Goodman,
az Orbán Viktornak Polt Péter. Úgy látom, ez a nulla kilométer kő. Térjünk vissza a kályhához, mindig ha táncolni akarunk, mert onnan nem vétjük el a lépést. Nem mond nekem, Robi, hogy neked még nem segített ügyvéd. Hát na, hogy táncolni akarunk, és fizetünk is érte. 50 ezeret pecsétenként. Robi, nem mond nekem, hogy nekem még nem segített ügyvéd semmilyen ügyben. Valami rémlik itt. Nekem jogszolgálat segített. Hát úgy történt a dolog, hogy a Lidl az piros szalagot tett kötelezővé azoknak a pénztárosainak, akik menstruálnak, és számon tartotta a menstruációs ciklusait a pénztárosainak, hogy ne lehessen csak úgy kiszögdösni a WC-be, menstruációra hivatkozva. Ez nem Magyarországon történt, csak azért tegyük hozzá, mert itt embereknek látom a tekintetét, hogy nem tudják. Én tudom, nem magyar történet. Lengyelországban, Csehországban. A lényeg, hogy én ezt megírtam. Megírtam egy videó bejegyzésbe. Meg is írtam, meg videót is csináltam róla. És hát másnap a Lidl jogászai azok perrel fenyegettek meg. 1 milliót követeltek tőlem. 1 milliót követeltek a kollégámtól. Levetették az Indexel a videót az Index blog szolgáltatójáról, és perbe fogtak minket, és egy jogsegélyszolgálat volt az, ami engem megvédett ettől a... És hogyan? Hát úgy, hogy megállapodott a Lidl jogászaival, és azok elálltak a pertől. Tehát akkor eladtak téged? Megvédtek. Bocsánat, tudom, hogy kiről van szó, de... nagy tisztelettel vagyok a Társaság a Szabadságjogokért munkatársaival. Nem gondolom, hogy az erkölcsükkel kifogás lehetne. A TASZ védett meg engem más jogászoktól. Hát ez megint csak relatív, mert ha peren kívül megegyeztünk, akkor lehet azt mondani, hogy engem eladtak. Nem mondom, hogy így történt, sőt, az én véleményem szerint nem ez történt, tehát csak lehet egy ilyen értelmet adni neki. Tehát ez egy jogi terror hadjáratként indul, tehát a helyzet az, hogy én nyilvánosságra hoztam valamit, ami megtörtént. Tehát egy hazug szót le nem írtam, egy hazug szót ki nem mondtam. Csak nyilvánosságra hoztam valamit, amit a Lidl el akart tusolni, el akart tüntetni a nyilvánosságból. És az ügyvédeivel el is tüntette. Az Index levetette ezt, anélkül, hogy az igazságtartalmát vizsgálta volna. Levette, mondvá, hogy neki nem kell a per. Ő nem akar, tehát ezt hívják úgy, hogy jogi terror. Tehát itt valójában az igazságot támadták meg. Ez egy gazdasági döntés az Index részéről. Igen, tehát ha valakinek meg van győződve arról, hogy igazsága van, és ő csak igazságot írt le, akkor, és én most megint csak szeretném azt előjáróban aláhúzni. De nem kell a aláhúzni. Per. Igazat írtak, igazat mondott, meg is tudná védeni, jó eséllyel meg is nyerné a pert, de nem akar fél éven keresztül, vagy egy éven keresztül bíróságra járkálni, meg nem akarja az ügyet, meg nem akarja, hogy ez, nem akar ezzel hírbe kerülni. De a lehetősége ott van. Hát igen, erre mondta azt József Attila, hogy jogállamban a pénz a fegyver. Nem, ennek semmi köze nincs a pénzhez. Semmi köze. A te oldaladról semmi a köze. Nem, a te oldaladról semmi köze. Akkor egy nagyhatalmú multi. A te oldaladról semmi köze. A nyilvánosságból azt, amit a szennyes multinacionális részvénytársaság csinált, kitörli a nyilvánosságból kvázi jogi terrorral, azzal, hogy ő neki van pénze, van ügyvédje, van kapcsolata, van beágyazottsága. Végtelen hatalmi és pénzügyi potenciálja, hogy eltörölje az igazságot, és hogy meghurcolja azokat, akik az igazságot kimondták. És utána engem bizonyos jogászoknak, olyan jogászoknak, akik hát úgy gondolom, hogy a szakmájuknak a kivételei, és nem a szabályát képezik, kell engem ebből kimosdatni, ebből a szarból valahogy kikaparni. Ez,
Ez a visszaélés a joggal és visszaélés a törvénnyel. Ez az a szituáció, amikor a jogot furkósbotként használják, hogy végigverjenek a gyengébben azon, akinek nincsen érdekérvényesítő képessége, aki mögött nem állnak milliók, meg százmilliók, meg milliárdok. Jó, akkor nézzük ezt végig egyenként. Ebben a történetben te voltál személyesen érintett. Ez eddig rendben van. Azt mondtad, a társaság a szabadság jogokért segített, tehát nem 50 ezerbe került egy pecsét. Tehát innentől kezdve ennek a feltételrendszere jogilag adott volt ahhoz, hogyha valaki, aki azt mondja, hogy neki igazsága van, az igazsága mellett végigmenjen és képviselve azt, kiderüljön, hogy van-e vagy nincs. Egy. Kettő. Ha és amennyiben azt mondjuk, hogy hiányzik az a morális mező, amiről a beszélgetésünk legelején elindultunk, hát ha belőled hiányzott a per végizviteléhez az a bátorság, erő, vagy bármi, nem tudom ezt minek nevezzem, akkor hogyan várjuk ezt el mástól, mert téged átlagembernek semmiképpen sem tekinthető, nem vagy annak tekinthető. És hogyha meg is vagy győződve arról, hogy neked igazad volt, akkor miért nem álltál szembe ezzel a szemétgazember multival? Elnézést a kifejezés. Gondolsz itt arra, hogy Robinak fegyvere a nyilvánosság? Például, bármi fegyvere lehet, de ha ő maga sem áll ki, utána meg a partvonalról bekiabálunk, hogy ezek a szemét jogászok jogi terror. Ők képviseltek egy érdeket. Ennek az érdeknek a mentén határozták meg a saját maguk létét. Te képviseltél volna egy érdeket, de nem képviselted. Ez 2007-ben történt, én nekem 2007-ben töredék annyi érdekérvényesítő képességem, nyilvánosságom nem volt, mint ami ma van. Ma én egy eléggé, azt mondhatom, hogy egy relatíve ismert közszereplő vagyok. 2007-ben nem voltam az. 2007-ben kvázi egy kisember voltam. Egy kisembernek az érdekérvényesítő képességével. Egy nyomorult vlogger voltam, egy nem tudom én, néhány száz ember által követett videófolyamon. Tehát ez voltam. Tehát ne a mostani Puzsér Rubertet érte az a támadás. Megértettem ezt. A másik az az, hogy engem sikerült abból a perből megegyezéssel kimentenie a TASZ-nak. Szó nincs arról, hogy a videóbejegyzésem az így megmenekült volna. Az igazságom, amit megfogalmaztam, ami igaz volt, az el lett tüntetve. Az el lett törölve. Az el lett tusolva. Mindössze megúsztam azt, hogy ez a rohadék bosszúvágyó multi, ez rajtam statuáljon példát. Maradtak áldozatul a pénztárosok, főleg azok, akiknek menzeszük van. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna a ha, mert ezt az ügyet nem vitted végig. Hát ezt nem kritikaként mondom. Igen. Nem tudjuk, hogy elverték volna a port, nem tudjuk azt, hogy telve rajtad mutattak volna példát, statuáltak volna. Tehát ezek mind feltételezések. Igen, ez feltételezések, de a Kajzere, de az tényleg leült. Az tényleg leült. Értem, igen. A személyes párhuzamot. Leült azért... De most ez is kifogás, hogy a Kajzeredével történt, és én a Kajzeredéről tudnék hosszasan beszélgetni veled. Jó, tényszerűen az ítélet alapján, de nem ez a téma ma. De nem, hát csak arról van szó, hogy a Kajzerede Edét elítélték a Móri mészárlásért, miközben a csávó nem követett el gyilkosságot. Az egyik leghangosabb kritikusa vagyok ennek az ítéletnek, az egyetemen tanítom. Hát akkor jól teszed, akkor egész konkrétan neked is megvan a véleményed arról, hogy folyik a jogszolgáltatás ebben az országban. Van egy ilyen fogalom, hogy... Bocsánat, muszáj, hogy közbevessek. Nyilvánvalóan én nem akarom itt a hülyét tenni, hogy nincsenek hibák, nincsenek rossz vagy rosszul értelmezhető jogszabályok. Én nem mondom azt, hogy itt hurrá van és minden nagyszerű, és mint a macska fogó rajzfilm végén gurigatjuk egymásnak a gombolyagot. Tehát én nem ilyet állítok, én pusztán azt állítom, hogy ügyeket egyenként a saját maguk kontextusában lehet értékelni, és nem általában lehet azt mondani, hogy minden szar. Ügyvédeket, jogászokat, újságírókat, futballistákat, pékeket, autószerelőket a saját maguk vonatkozásában lehet értékelni, jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen. Nem azt mondani, hogy mindenki ilyen vagy olyan. Nekem ezzel van a problémám. Nem gondolom, hogy minden jogász gazember. Köszönöm ezt, akkor már sikernek tüntetem. Egyáltalán fel. Nem gondolom ezt. Ez eredmény. Igen. Csak azt gondolom, hogy az öme. És
És nyilvánvalóan nem szabad általánosítani. Ugyanakkor, hát eltérőek az arányok. Hát rengeteg gazember pék van, rengeteg gazember mozdonyvezető, de úgy gondolom, hogy talán egy csipetnyivel több gazember jogász. tehát azért azt ugye értjük, hogy nyilvánvalóan nem lehet ilyen módon általánosítani, és azt mondani, hogy az összes jogász gazember. De azért attól tartok, hogy ugyanakkor meg lehet határozni bizonyos különbséget az eltérő arányok vonatkozásában. Szerintem nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor ugyanazt a módszertant javaslom, mint a korábban már idézett hivatkozás megjelölést, mert létezhet ilyen, és az is lehet, hogy az ENYÜPS értse alatta egységes ügyészségi és nyomozóhatósági statisztikát, lehet, hogy van ilyen rubrikája, ami megjelenik, hogy iskolai végzettséghez képesti kriminalitást mutat. Ha van ilyen, és ezt megnézzük és megvizsgáljuk, akkor juthatunk közös nevezőre, mert nem azt mondom, hogy nincs igazat, pusztán azt mondom, hogy rossz a módszertanod. Mert abba azt megelőzően jelentesz ki valamit általánosságban, hogy ezt megvizsgáltuk volna ezt a kérdést. Holott ez egy mérhető, empirikus alapon mérhető kérdésről beszélgetünk, hogy a pékek hány százaléka kriminális, és a jogásság hány százaléka kriminális, anélkül, hogy én nekem lennének számokkal kapcsolatban bármilyen adataim, mert erre nem készültem. Az én tapasztalataim, és ebben benne van az ügyészségen szerzett és az ügyvédként szerzett tapasztalataim is, azt mondatják, hogy a társadalom valamennyi csoportja körülbelül azonos módon kriminális. Csak másféle kriminális cselekményeket követnek el, de a társadalom minden rétege azonos módon kriminális. Ebből az is következik, hogy a társadalom közel azonos rétege kiváló ember és kiválóan erkölcsös. Tehát mind a két végletnek a megfelelő rétegét én nem látok szignifikáns különbséget. Hozzáteszem, empirikus kutatások alapján ez az álláspont cáfolható. Nos, van szerencsém jelezni, hogy 2006. április 20-án Orbán Viktor így fogalmazott. Elégedettek vagyunk az időpontekelésével? Engem is piszkálni fognak, mert az ellenfelet elmarasztalta az Országos Választási Bizottság, hogy telefonon országosan még biztattak a szavazási részvételre, de következménye nem lett. Úgyhogy én is biztatok szombaton és vasárnap, a talpon maradt összes kerületben, az én hangomon megy a szavazásra való felhívás, amiért majd engem elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jó napot, fogalmazott Orbán Viktor 2006-ban. Nem 2002-ben, pedig történhetett volna 2010-ben is, de 2006-ban volt. Nagyon-nagyon. Most már elhisszük. Nagyon-nagyon nem vagyunk büszkék erre a mondatra. Én nem vitattam ezt, egy pillanatig nem vitattam. Én csupán azt mondtam, hogy a módszertani kérdéseknek fontos szerepe van egy vitában. Na de nagyon jó illusztrációját adtad annak, hogy a jogásság, meg egyáltalán ez a jogászkodás hogy működik. Tehát elhangzik egy kijelentés, aminek a tartalmával nem tudunk vitatkozni. Nem na, de, na, de, na de mikor mondta? Hol mondta? Mert ha ezt nem tudjuk megjelölni, talán nem is mondta, talán jogod sincs, hogy most erre hivatkozzál, tehát akkor meg is kérem rögtön a jegyzőt, hogy ezt törölje a jegyzőkönyvből. Ez el sem hangzott. Orbán Viktor ilyet nem is mondott. Polt Péter nem is gazember. Nincs is ilyen, hogy Polt Péter. Egyáltalán látta valaki? Most bocsánat, csak a kályha miatt kérdezem, hogy egyeztessük egyrészt a tempót, meg hogy milyen táncot fogunk járni. Hogy visszatértünk a kályhához. Mindig Orbán Viktor lábára lépünk olyat. Ha egy picit is igaznak vesszük azt, amit hát, Robi most már egy ideje ecsetel nekünk, akkor magukat a jogászokat a szakma végzése az morális inflálódással sújtja-e? Személyesen teszünk hozzá. Személyesen. Nem értem a kérdést, de komolyan. Egy ügyvéd, aki mondjuk bevallja, vagy laikusként próbálok felvázolni akkor egy egyedi esetet, az ügyvédnek bevallja a terhelt, hogy hát bizony elkövettem. Ettől függetlenül az ügyvédnek ugyanúgy kötelessége védeni. Így van. És akkor ilyen értelemben értjük a morális inflálódást, hogy ő maga igazából
muszáj, hogy leküzdjék ezeket a morális gátokat. Most már értem. Ez egy nagyon komoly kérdés. Nyilván nagyon sok helyen, mikor megfordulok a világban, fölteszik nekem ezt a kérdést. Különösen azután tették föl nekem ezt a kérdést, amikor ügyészből ügyvéddé váltam. Mert hát mégis valahogy úgy gondolja a közvélekedés, hogy az ügyész az mégiscsak inkább a jobb, ha már a két rossz közül kell választani, ugye, ha jogásság, mint általános kategória létezik, akkor azért az ügyész mégiscsak valahogy a mi barátunk, az ügyvédnek hát azért mégse, mert az a gazembereket védi. De ez a kérdés, ez a morális mezőben van, és a morális mezőben nagyon-nagyon elcsúszunk, ha és kizárólag ebben a mezőben maradunk. Ugyanis nem az én morális indítatásom, persze az, hogy ezt a szakmát választottam, ez már önmagában az. De ha túllépünk ezen a ponton, hogy én ezt választottam, és minden más ezt a hivatást végző kollégám is ezt választotta, akkor lépjünk túl azon a ponton, hogy benne vagyunk ebben a helyzetben. Innentől kezdve nem az én morális érték választásom az, hogy egy adott ügyben hogyan és miként látom el a védői tevékenységemet, és itt megint még abban is tehetünk különbséget, hogy védőként vagy általában jogi képviselőként járok el, mert a szabályok már ezen a mesdjén sem azonosak. Én nekem kutya kötelességem, ha azt a megbízást elvállaltam, vagy abban az ügyben engem a hatóság kirendelt, kutya kötelességem, nem csak a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint az ő védekezéshez való jogát biztosítsam, hanem minden egyes tény előadásához kötve vagyok. És még az ügyvédi etikai szabályzat azt is mondja, hogy olyan magatartást sem tanúsíthatok, amelyből, értsd, testbeszéd, vagy bármilyen más metakommunikációs forrásból arra tennék utalást, hogy az ügyfelem ártatlanságában, ha ő ezt állítja, én kételkednék. Tehát ez nem morális kérdés, és nem morális értékválasztás, hanem jogszabályi kötelezettség. Bár ezt a jogszabályt jogászok alkották, tehát ilyen módon az érvelésem lehet, hogy nem teljesen helyes. Érzem a kályha hőjét egyébként. Nem teljesen morális. Hát igen, szóval, hogy ez nem morális kérdés. Itt van nagyon nagy baj. Mindennek morális kérdésnek kéne lenni. Ami nem morális, igen, azt gondolom, hogy mindennek morális kérdésnek. A morál kéne, hogy mindennek az alapját képezze. Így kéne, így volna helyes, és a morálból, az erkölcsből kéne, hogy származzon a jog. És nem a jogból az erkölcs. Nem a jogból kéne levezetnünk az erkölcsöt, hanem az erkölcsből a jogot. De menjünk tovább, mert most nagyon érdekel, amit mondani fogsz, mert úgy gondolom, hogy jó helyen vagyunk. Magyarországon brutálisan magas a vádhatékonyság. Elképesztően magas. Európai Unió szinten is kimagasló. Ízlelgessük egy kicsit ezt a kifejezést. Vádhatékonyság. Ez azt jelenti, hogy hány vádemelésből lesz ítélet. És ez a vádhatékonyság, ez egy dicsérő jelző. Ez egy jó minősítés, ez valami, ami javul, és akkor a jogászok így kihúzzák magukat, és azt mondják, hogy javul a vádhatékonyságunk. Ez az ügyészség mondja igen, egyedül. Igen, pontosan. Ebben fejeződik ki az, amiről a Franz Kafka per című elbeszélését írta. Az, ahogyan az élettelen és lélektelen gépezet ledarálja az élő embert a vádhatékonyság fogalmában. Hogy ez egy hatékonyság, hogy a vádemelésekből ítélet születik. Minek folytatjuk le egyáltalán a tárgyalást? Hiszen az a legvádhatékonyabb, hogyha a vádemelés egyben ítélet. 100%-os vádhatékonyság. Minek a tárgyalás? Ez a tárgyalás csak rontja a vádhatékonyságot. Oké, szuper, tök jó. Itt egy alapvető logikai bukfencet érzek. Ha az előző kérdés problematikáját is belehozom ebbe a képletbe, mert úgy szólt, hogy én nekem, vagy általában különösen a védői tevékenységet ellátó ügyvédeknek van-e morális deficitje abból, hogy bűnözőket véd mondjuk ki a köznapi megfogalmazásban, amivel én nem értek egyet. De közben ellenérvként megjelenik Kaiserede, meg megjelenik a vádhatékonyság.
A vádhatékonyság mutatója az én véleményem szerint is szörnyen magas szám, és valamiféle diszfunkcióra utal. De itt most nem ez a kérdés az első válaszomban, aztán rátérhetünk arra is. Az első válaszomban az a kérdés, hogy ha a vádhatékonyság száma, ami egyébként évek óta olyan 96,4%-os, tehát brutálisan magas, és valóban diszfunkcióra utal, mondjuk ki a bíróság diszfunkciójára, mert ha a bíróság nem lenne diszfunkciós, akkor ez a szám nem ilyen szám lenne. Na de hát akkor pont ezért van szükség védőre, hogy a szám minél kisebb szám legyen, és a Kaiseredéket ne ítéljék el. Én azt gondolom, hogy szükség van a védőre, természetesen szükség. 2-0. Természetesen szükség van a védőre. Én szó nincsen arról, hogy ne lenne rá szükség. Én mindössze arról beszélek, hogy a vádnak, annak nem kellene, hogy egy ítéletet presszionáló, ítéletet kierőszakoló, kikényszerítő hatása legyen. Márpedig a magyar joggyakorlatban jól érezhetően ez van, ez teljesül. Mert az ügyészségnek hatékonynak kell lenni, mert a gépezetnek annak hatékonyan kell, nagy hatásfokkal, nagy fordulatszámon kell darálni. Darálni az ilyeneket, mint a Kaiseredék. Ebben abszolút egyetértünk. Abszolút egyetértünk. Igen, én azt gondolom, hogy az ügyvédnek annak védenie kell a legjobb tudása szerint a védencét. De azt gondolom, hogy ott a jog megalkotásával valahol az alapoknál valami súlyos probléma van, ahol az ügyvédnek, ha tudva tudja, hogy a védence bűnös, a felmentésre kell törekedni, és adott esetben a kapcsolatrendszere révén, vagy a nagyszerű képességei, vagy a nagyszerű retorikai érzéke, vagy a hatalmas nagyfokú jogismerete révén, az egy siker, hogyha felmenti a bűnös vádlottat, akiről tudva tudja, hogy bűnös. Tehát ott valami nem klappol. Ott valami nem klappol. Most az egész konkrét eset. O.J. Simpson. Bocsánat, rátérhetünk erre a témára, csak erre hadd reagáljak. Csak egy nagyon rövid mondat erejéig, aztán térjünk rá O.J. Simpsonra, annak ellenére, hogy egy egészen más jogrendszernek az egészen más produktumát próbáljuk beletenni a kontinentális jogrendszerbe, de beszélhetünk róla, lesznek érveim. Amit akarok mondani, hogy mi az, hogy tudva tudja? Ez is nagyon-nagyon nehezen értelmezhető. Persze, léteznek olyan esetek, azt mondja az ember, hogy én voltam. Akkor én most erre mondok egy konkrét esetet, anélkül, hogy az ügyvédi titkot megsérteném. És amikor én ügyvéd lettem, akkor nagyon sok általam egyébként nagyra tartott ügyvéd kolléga mondta azt nekem, hogy most fogom megtudni majd az igazságot, a valódi igazságot, mert eddig csak azt hitted ügyészként, hogy tudod. És ebben egyébként nagyon nagy igazságok volt, ugyanis számos olyan helyzetbe sodor az élet, amikor teljesen nyilvánvalóan én valóban tudom azt az igazságot, hogy például azt a cselekményt az az ember nem követte el, de azt mondja, hogy elkövettem. Tehát ne csak úgy forgassuk ezt a labdát, hogy én tudom, hogy te elkövetted, és én azt akarom, hogy ne kövesd el, hanem ő azt mondja, hogy én ezt nem csináltam meg, és megmondja, hogy és miként történt, mire én védőként nem tudok neki más mondani, mint azt, hogy tehát akkor ezt elő kell adni, mondjuk el, és védekezzünk. Nem. És elmondja, amit már most ezer meg ezer példát mondhatna rá, hogy miért nem, és itt megint visszautalok arra, hogy az érdekek meg a különböző moralitások azok különbözőek. Ez a konkrét csávó például azt mondta, aki most itt megszólalt az én emlékemben, azt mondta, hogy azért nem fogom elmondani, hogy mi az igazság, és inkább elviszem a balhét, mert egyrészt, és ez egy nagyon tipikusok, én büntetlen vagyok, ezért a balhéért én nem fogok nagyot kapni. Ő meg többszörös visszaeső, ismerem kölyökkora óta, igazából nem vagyunk semmilyen olyan kapcsolatban, de engem nem abból a fából faragtak. Én ez mellett a gyerek mellett kiállok. Ez csak egy példa. Számos más példa lehet, amikor valaki magára vállal egy cselekményt.
És akkor ennek persze az ellenkezője is igaz. Tehát azért mondom, hogy az, hogy mi az, hogy tudván tudja. Azt mondja az ügyvédjének is, hogy én elkövettem, 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 mert az ügyvédjét is meg akarja arról győzni, hogy őt ítéljék el, és ne az apját, mert az apját, ha elítélik, van három felfüggesztetje, amit el fognak rendelni, meg többszörös visszaesőként fog kapni még plusz 6 évet. Ő meg lehet, hogy másfél évvel megúszza. Tehát nincs ilyen, hogy tudván tudja. Mert számos olyan körülmény lehet az egyes esetekben, amelyeket csak azt tud, aki átélte, aki megcsinálta, és aki tudja, hogy mit miért tesz. Igen, de van olyan, hogy tudván tudja, mert van olyan, hogy bizonyítékokat tusol el az ügyvéd. Tehát ilyen is van. Igen, ilyen is létezik. Az ügyvéd ugye, hogy tud bizonyítékot eltusolni? Hát úgy, hogy egész konkrétan bizonyíték van a birtokában, ami bizonyítékot eltüntet. De milyen bizonyíték van? Ezt most tényleg nem értem. Tehát a védő ügyvéd az ügyfele érdekében lévő bizonyítékot inkább eltünteti? Nem. Olyan bizonyítékot tüntet el, ami kifejezetten az ügyvédi, a védencét terheli. Hát a védencét terhelő bizonyítékot megint a BTK-ba kezdünk bele csúszni egyébként az ügyvéd tevékenységébe. Mi az, hogy eltünteti? Hogyan tünteti el? Tud róla, csak nem tárja a hatóság elé? Igen. Ezt értünk alatta? Igen. Hát ez az ügyvéd teljesítette a védői kötelességét. Na hát igen. Tehát van és fordítsuk meg ezt a játékot. Na hát igen, a védői kötelességét. Tehát arról van szó, hogy a birtokában van egy bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az illető azt a bűncselekményt elkövette, és a jog az pedig kötelezi őt arra, hogy ezt a bizonyítékot ezt ne tárja a nyilvánosság elé. Pont, hogy nem bűncselekményt követel, mert a jó, igen, értem, mert nem a megfelelő kezekbe került ez a bizonyíték. De az ügyész és az ügyvéd, vagy a védő, az két különböző rend. Tehát a védőnek nem az a dolga, hogy ügyész legyen. Értem. Az ügyésznek az a dolga, hogy ügyész legyen, a védőnek meg az a dolga, hogy védő legyen. Igen, és fordítsuk meg ezt a játékot, tegyük fel, és most bocsánat a megszemélyesítésé, de muszáj, hogy személyes attitűdöt tegyek ebbe a felvetésbe, mert akkor lesz igazán érthető. 2002. május 8-án, ekkor történik a Móri bankrablás egyébként, tehát csak azért mondom ezt a konkrét dátumot, mert ez ma már bejött ez a példa. Nem Horváth Szilárdot viszik el gatyába 9-én vagy 10-én, ugye ő volt az első fiaskója ennek a történetnek, hanem, és tényleg elnézést, Puzsér Róbertet. Te akkor a védődnek azt mondtad volna, hogy ki a túrót érdekel, hogy itt most mi fog történni, vagy azt mondtad volna neki, hogy tegyél meg értem mindent? Természetesen az utóbbit mondtam. Hát akkor miért vonjuk el ezt a jogot mástól, hogy a saját maga ügyében, a saját maga életét érintő kérdésben hasonlóan védje a bőrét? Meg senki nem akar bemenni a börtönbe élete végéig, még akkor se, ha gazemberséget csinált. Olyan ember még nem született, aki oda be akar menni. Ezzel én nem a bűnt relativizálom, és nem azt mondom, hogy kövessünk el bűncselekményt, csupán azt mondom, hogy alapvető emberi, ugyanolyan funkcionális elem a Maslow piramisban valahol az alsó szinten lévő történet, mint ahogy levegőt veszünk, hogy nem akarunk börtönbe menni. Nem akarjuk, hogy a feleségünk megtudja, ha megcsaltak, nem akarja, hogy kiderüljön, ha elloptam egy autót, nem akarom, hogy kiderüljön, hogy elloptam a rágógumit az iskolába, és folytathatnám a példát. Egyes szám első szemébe beszéltem, de általányos alant használtam természetesen. Én csak arról beszélek, hogy itt egy morális deficit van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy itt az ügyvéd kötelességeit, meg az ügyvédnek a kötelezettségeit említjük, és azt mondjuk, hogy itt ez nem morális kérdés, és nem is lehet morális kérdés, akkor itt valahol elveszett egy joghézagon elszivárgott az erkölcs. Akkor itt valahol elszivárgott az erkölcs. Nem, ez nem morális kérdés. Ez egyéni érdek kérdése. És ezért tettem fel a kérdést, Egy olyan elvont példán keresztül, amiben véletlenül sem lehet rád nézve negatív gondolatot tenni, tehát a Móri ügyjel, amiben most már tudjuk az igazságot, hogyha téged visznek el, ugyanúgy azt mondanád, hogy csináljátok, amit csak tudtok, és könyörögve kérlek, hogy tegyetek meg mindent, hát ezt mondanád, én is ezt mondanám, mindenki ezt mondaná. Milyen alapon vitatjuk el bármely embertől azt a jogát, hogy levegőt vegyen, meg azt, hogy ha valami
csinált, vagy ha nem csinált, hogy őt a büntető eljárás örlő malmai közül vagy kivegyék, bár legtöbbször itt is van egy alapvető probléma az emberi gondolkodásokban, mert azt gondolják, hogy a védőügyvéd feltétlenül felmentést akar. Nem feltétlenül csak a felmentés az, ami a védőügyvédnek a dolga, hanem az is a dolga, hogy egyrészt a törvények betartása mellett történjen az eljárás, és ne tiporják lábbal szét a franc kafkáknak a jogait. Egy. Kettő, hogy a lehető számára legkedvezőbb ítéletet kapja. Tehát ha nem kell bemenni 8 évre, csak 6-ra, akkor azért az mégiscsak egy kedvező játék. Nem áll szándékomban vitatkozni veled ebben a kérdésben, neked alig, hanem igazad van, főleg azért, mert nem is vagyok jogász egyáltalán. Én csak arról beszélek, hogy nem lehet és nincs olyan kérdés, aminek nincs morális vonatkozása. Tehát kell, hogy legyen morális vonatkozása. Tehát, hogyha van egy bizonyíték valakivel szemben, és az a bizonyíték az adott ügyben nem kerül a bíróság elé, akkor ott az igazság elszivárgott. Elszivárgott egy joghézagon. Vagy elszivárgott egy olyan intézményen, ami egyébként a jog magasabb színvonalú, magasabb nívón megvalósuló működését szolgálná. A papíron. A törvény szerint. A jogrend szerint. Tehát arra jött létre az az intézmény, ami szerint annak az ügyvédnek kötelessége azt a bizonyítékot eltüntetni, elsüllyeszteni, megsemmisíteni. Nem a bíróság elé tárni. Nem mindegy, milyen kifejezést használunk. Nem a bíróság elé tárni, az eredménye ugyanaz. Nem, de azt tehát mondom, nem a bíróság elé, nem a bíróság elé tárni. Ott az igazság elszivárog, akár egy olyan intézmény eresztékén keresztül, amely intézményt a jogrend nagyobb igazságtartalma, vagy nagyobb igazsághordozó képessége érdekében hoztak létre. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát, hogy én értem, hogy az az intézmény, amiről te most beszélsz, az ügyvédnek az a fajta kötelezettsége, az alapvetően arra szolgál, hogy nehezebb legyen a Kaiseredéket meg a József K-kat ledarálni. De ugyanakkor mégiscsak valami súlyos baj van ebben a gépezetben, ebben a jogszolgáltatásban, hogyha van egy bizonyíték valakinek a bűnösségére, és a jog előírja, hogy az a bizonyíték az ne kerülhessen a bíróság elé. Ott valahol valami gigszer van. Ott valahol valami nem oké. Ott valahogy az alapoknál lett elrontva ez az egész felépítmény, amit megkonstruáltunk. Értem, akkor itt most visszamegyek, megint itt is valamiféle logikai bukfenszet. Az nem lehet helyes, hogy a bíróság nem jut hozzá egy bizonyítékhoz. És mindenki jól csinálja azt, amit csinál. Az ügyész jól csinálja, az ügyvéd jól csinálja, sőt, helyes, sőt, kötelessége, jó ügyvéd, hogy elsüllyeszti. A bíró jól teszi. A vádlott megdoná, hogy jól teszi, hát éppen a hurokból próbálja kihúzni a fejét. De mindenki mindent jól csinál. És van egy bizonyíték arra, hogy ő azt elkövette, vagy arra, hogy nem követte el. És azt mindenki mindent helyesen tesz, és az a bizonyíték nem kerül a bíróság elé. Nem kerül latba a bizonyíték. Ott valami súlyos baj van. Nem értek ezzel egyet. Tehát milyen alapon lehet bajnak nevezni egy olyan jellegű kötelezettség elvárást, ami valakinek az érdekében történik? Nem az a baj, hogy... Minden valakinek az érdekében történik. Polt Péter Orbán Viktor érdekében történik. Isten hozott megint a Kályhánál. Minden valakinek az érdekében, ez nem legitimál semmit. Jó, tudom, hogy jogászéknál igen, de hogy ez valójában... hogy mondjam, a morál mezején nem legitimálja azt, hogy az valakinek az érdekében. Minden, ami történik, ott valakinek az érdeke meghúzódik a háttérben. Jogásságtól függetlenül. Igen, jogásságtól függetlenül, de a jogásság rakja rá erre a pecsétet. 50 ezerért. 50 rugó. Azt azért, az egy közhely. Hogy milyen ügyvédet tudsz megfizetni, az a te jogbiztonságodnak a mértéke. Tehát, hogyha egy jó ügyvédet tudsz megfizetni, akkor neked persze ugyanannyi jogod van, de a te ugyanannyi jogod magasabb színvonalon teljesül, magasabb színvonalon érvényesül,
ha rosszabb ügyvédet tudsz megfizetni, vagy ha még olyan rossz ügyvédet se tudsz megfizetni, hanem kirendelik neked az ügyvédet. Hát ez még az általános iskola alsó tagozatosok is ismerik a krimiknek a toposzaiból, hogyha kirendelt ügyvéddel, hát semmi esélyed nincsen. Petrocelli kirendelt védő volt. Igen, tehát hogy de minden esetre ennek az igazsága ettől még nem sérül. Tehát pontosan tudjuk, hogy az ügyvédek azok természetesen előre kérik el mindig a pénzt, semmiért nem vállalnak semmi garanciát, miközben hát mindannyian tudjuk, hogy az egész tulajdonképpen olyan, mint egy rulett. Ennek a nagy darálónak, ennek az igazságszolgáltatás, vagy inkább jogszolgáltatás intézményrendszerének a működése, mint egy hatalmas nagy rulett kerék. És hogy valójában az, hogy te milyen ügyvédet tudsz megfizetni, az nagyon is befolyásolja azt, hogy hány fekete és hány piros van, mező van a rulettkeréken. Hát hogyha rossz ügyvédet tudsz megfizetni, akkor bizony háromszor annyi fekete mező van a rulettkeréken, mint piros. Hogyha jót tudsz megfizetni, akkor lehetséges az, hogy kétszer annyi piros van, mint fekete. Tehát mindenféleképpen a szerencse, meg a bírói önkény, vagy bírói szeszélyesség, meg még rengeteg tényező határozza meg azt, hogy mi lesz az eredmény, de megint csak József Attila kopogtat azzal, hogy a jogállamban a pénz a fegyver. Amilyen ügyvédet meg tudsz fizetni, akkora mértékű a te jogbiztonságod, és a te jogérvényesítő képességed. Na most itt megint arról van szó, hogy a gazdag embernek több joga van, több lehetősége és képessége van az igazsághoz, a maga igazához, a maga jogához, illetve a maga érdekérvényesítéséhez, akár nyers erőből. Csak ezt az érdekérvényesítést ma már, mert nem az őskorban vagyunk, ma már nem bunkóval végzik, lebunkózzák, hanem hát erre szolgál a jog, meg a jó ügyvéd, egy paragrafus, amivel végigvernek ugye az erősek a gyengébbeken. Nem akarom elkerülni azt, hogy értem ennek a gondolatmenetnek az alapját. És azt is tudom, hogy van egyfajta ilyen közvélekedés. Ugyanakkor nem tudok vele maximálisan és teljes mértékben egyetérteni. Több okból sem. Az egyik, és ez nem valamiféle rossz kötelezettség részemről, hogy most itt kezdjek védeni olyan embereket, akikhez semmi közöm nincs, de azt gondolom, hogy a szakma tisztessége mindenképpen megkívánja azt, hogy vannak igenis nagyon sokan olyan kiváló kollégák, akik a kirendelt védőként is ugyanúgy ellátják a feladatukat, mintha milliókat kaptak volna érte. Pusztán azért, mert komolyan gondolják azt az ügyvédi esküt, amit letettek, és pusztán azért, mert komolyan gondolják a rájuk irányadó jogszabályokat és morális etikai normákat. Vannak ilyenek, sokan vannak. És vannak olyanok is, akik annak ellenére, hogy sok pénzt elkérnek, nem biztos, hogy mindent megtesznek. Tehát itt megint a kategóriáknak a szétválasztását szeretném első körben megtenni. És ha ezt megtettük, akkor utána kezdjük el annak a vizsgálatát, hogy mi az, hogy fekete mező, mi az, hogy piros mező a rulettasztalon, mert én azt gondolom, hogy alapvetően annak a mesdjén való elhatárolás, hogy gazdag szegény, az megint csak nem a jogásság megítélésének a kérdése, hanem ez mondjuk egy ideológiai tartalom, amire vannak ideológiák a világban már, szélsőségesek, kevésbé szélsőségesek, elfogadhatóak, számomra szimpatikusak vagy nem azok, de léteznek. De ha ezek mentén a értékválasztások mentén kommunikálunk, és próbáljuk meg leképezni ezt a valóságot, akkor én azt mondom, és nem a kérdést akarom megkerülni, de hát akkor ez minden társadalmi alrendszerre igaz, ez az állítás, hogyha nekem több pénzem van, több jogom van, mert akkor több jogom van például ahhoz, hogy ne az STK-ba ülve várjak 8 órát arra, hogy esetleg majd valaki megnézi a kezemet, mikor eltört, és esetleg simbe teszi, vagy nem 84 napot várok egy várólistára, hogy engem mondjuk egy CT-vizsgálattal megvizsgáljanak, hanem elmegyek a budai egészségközpontba, kifizetem a 6 jegyű számlát, és nem 50 ezret, hanem a 6 jegyű számlát,
És akkor onnantól kezdve én 2 perc alatt kapok diagnózist, adott esetben életmentő beavatkozást. Másik példa, de ezek közhelyek, és nem akarok közhelyekkel puffogni. Annak, akinek több pénze van, olyan autót vesz, amivel ha neki megy a fának, nem biztos, hogy meg fog benne halni. Tehát ez nem a jogásság problematikája megint, hogy vannak gazdagok, meg vannak szegények. És nyilván törekedni kell arra, hogy ez az olló, ez kevésbé nyíljon, és itt lehet, hogy még akár ideológiai azonos gondolat is lehet közöttünk, de azt hangsúlyozom, hogy nem ezért jöttünk ma ide, hogy ideológiákról, hanem hogy a jogásságról beszélgessünk. Hát igen, csak hogy arról van szó, hogy a jogszolgáltatás, meg a jogaink, meg a védelmünk képessége a lélektelen darálóval szemben, az piacra lett víve. Tőzsdére lett víve. Ez az igazi probléma. Tehát, hogy minden piacon van, minden a piacon van, világos. De a Trabantot vezetve persze nincsen semmi garancia, hogy nem megyek neki a fának, vagy hogy nem jön nekem egy másik autó. Bármi megtörténhet. De minden esetre, ez és nyilvánvalóan minden téren probléma, hogy a szegényebbnek kevesebb joga van az élethez. De hogy kellene, hogy legyenek olyan szűken értelmezett minimum az életünknek, olyan minimum kritériumai. Mint például az életünk védelme. Ezzel a darálóval, ez az igazságszolgáltatása. Ez a kirendelt védői rendszer, hogy az állam azt mondja, adok melléd valakit. Igen. Ez a kirendelt, ennél, de várom a megoldási javaslatot, hogy mit tehet ennél többet az állam, vagy milyen megoldás létezik ezekre a problémákra, amiket fölvetsz. Mondjuk nem lehet kivásárolni, a jogból bizonyos személyeket, vagy nem lehet bevásárolni magát a nagyobb jogba, a több jogba, a magasabb színvonalon érvényesülő jogba bizonyos kiváltságos kasztoknak, meg kiváltságos osztályoknak önmagukat. Tehát, hogy mondjuk mindenkinek a kirendelt védő jár, és az mindenki, és teljesen mindegy, hogy a nagy érdekérvényesítő képességű, nagy pénzű, nagy hatalmú ügyfelet véded, vagy a szegény ágról szakadt senkit, neked azért a jogszolgáltatásért ugyanannyi jár, mert téged az állam fizet, és az állam biztosítja azt, hogy mindenkinek a joga ugyanolyan színvonalon teljesüljön. Ez volna az ideális, tehát az én idea világomban ez így teljesülne. Ezt megvalósították már a Földön is, Kínában, meg Észak-Koreában. Bocsánat, értem, az ideát értem, csak hogy ezt hogyan lehet megvalósítani? Hát, Kínában megvalósították, ezért mondom. Nem, hát azért azt gondolom, hogy a neoliberalizmusnak, meg a piac egyeduralmának, a vadkeletnek, meg a vadnyugatnak nem kizárólag, meg a Latin Amerikának, meg a szovjet Közép-Ázsiának nem kizárólag a totalitárius diktatúrák az alternatívái. Én értem, hogy szeretnénk egy ilyen megkülönböztetést, hogy akkor jó, akkor Észak-Korea. Ha nem tetszik a vadkelet, Észak-Korea. Vagy mégis inkább vadkelet? De azért szabadjon érvényesíteni egy olyan referenciát, ahol ezek a társadalmi különbségek sokkal csekélyebbek, az állam szerepe pedig jelentősebb az egyenlőtlenségek kiegyenlítésében, és nem a pénzügyi, meg nem a gazdasági egyenlőtlenségekről, hanem a jog előtti, a törvény előtti egyenlőtlenségekről beszélek. És azt gondolom, hogy például a skandináv országokban viszonylag kevés koncentrációs tábor van, tehát nem Kim Jong-un rémuralmára emlékeztet, és mégis csekélyebbek ezek a különbségek, mégis kisebb a gazdagok joga, meg a szegények joga, a hatalmasok joga, meg a senkik joga közötti különbség. Tök jó, de Svédország ugyanannak az Európai Uniónak a tagja, és egy svéd ügyvédre pontosan ugyanazok az európai ügyvédi etikai normák vonatkoznak, mint egy magyarra. Tehát én Észak-Koreára azért hivatkoztam, mert az érvelésed ellenpontját szerettem volna megadni. Ha Skandináviára hivatkozunk, akkor viszont azt mondom, hogy ott a szabályok körülbelül pontosan ugyanazok, mint Magyarországon.
És az ügyvédnek a kötelessége pontosan ugyanaz Skandináviában, mint Magyarországon. Igen, de közben pontosan tudjuk, hogy a... És az ügyvédi megállapodás ott is szabad megállapodás tárgya, mint Magyarországon. Elnézést, hogy közben vettem. Igen, csak közben pontosan látjuk azt, hogy az a mítosz és a valóság között milyen hatalmas szakadék tátong. Ugye a mítosz az ügyvédekkel, meg a jogászokkal kapcsolatban a médiából, meg a köznyilvánosságból átszivárogva nagyjából az, hogy hát az elképesztő jogi ismeretek, az elképesztő verbális képességek, a hihetetlen jó slágfertig reakciók, a ügyfél érdekei érvényesítésének ez a nagyon magas színvonalú képessége, ez emel ki jogászokat a jogászok sorából, és ettől lesz egy jogász olyan igazán sikeres, meg igazán jól menő jogász. Mint ahogy az a sebész, aki pontosan tud vágni, és tudja, hogy hol kell metszeni. Hát igen, de én meg szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Sokkal inkább azt látom, ami hát a valóság, hogy hát itt az ügyvédek között a kapcsolatrendszer, itt a noteszben lévő telefonok, telefonszámok, itt a jó beágyazottság, a jó kapcsolat az ügyvédi kamarával, az egyáltalán ez a jogász lobby. Ez az, amivel az ügyvéd Kafka per című elbeszélésében érvel, hogy hát ő neki megvan a kapcsolatrendszere, neki nagyon magas helyeken vannak kapcsolatai. Tehát azt látjuk, hogy leginkább ez az, ami kiemel jogászokat a sorból, leginkább ez az, ami képesít jogászokat arra, hogy olyan ügyfeleket vállaljanak, amelyek ügyfelek tovább emelik őket ki a jogászok közül, és ők ilyen módon gazdag és befolyásos ügyfeleiket még gazdagabbakká, még befolyásosabbakká, kiváltságos ügyfeleiket még kiváltságosabbakká tehetik, összekapaszkodva az elittel, ők maguk is magasabb polcokra léphetnek az eliten belül. Az a baj, bocsánat, ezzel az... Zoli, bocsánat, muszáj, egy mondat, egy, tudom, látom, de muszáj, hogy reagáljak, mert annyi a reakcióm, hogy erre nem tudok reagálni, mert annyira általános, hogy nem találok benne egyetlen egy olyan pontot sem, amire konkrétumokkal reagálhatnék. Hát reagálj általánosságban. De általánosságban nem reagálok, mert ez nem tapasztaltál semmit, így mint jogász, így ismerve a többi jogász, meg látva, hogy mennek a dolgok, hát így általánosan hát te nem tudsz, mert nem tudsz ilyen általános kijelentéseket tenni, mondjuk, hogy Magyarországon van korrupció. Hát ne arra, ugye erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Hát ez olyan általános, hogy hát ilyet nem lehet mondani. Hát rengeteg helyen van, máshol meg nincs. Na jó, hát inkább van, vagy inkább... Hát ez nagyon nem ilyen általánosságokban nem lehet. Hát van is, meg nincs is. Hát igen, hát tulajdonképpen így van. Hát a jogászok is hát korruptak, meg igazából kézkezett most, meg nem is. Bocsánat, azért nem fogok erre reagálni, mert ha... Ugyaneben az általános szinten reagálnék, és ne tűnjen ez nagyképűnek, amit mondani fogok, de pontosan azt különböztet meg, azt gondolom, egy jogászt, és akár engem is, akkor mondjuk ki, az átlagostól, aki nem jogász, hogy én nem beszélek össze-vissza, és nem mondok olyan dolgokat, amiket nem tudok tényekkel alátámasztani. Bocsássál meg, ez a különbség. Bocsássál meg, léteznek általánosságok. És az általánosságokról ez szerint nem lehet beszélni. De lehet. Ja, csak nem az én asztalom. Csak nem a jogász beszél róla. Tehát nekem meg igen, ez az asztal. Világos. Te meg úgy minősíted az általános igazságot, hogy össze-vissza beszéd. Így fogalmaztál. Össze-vissza beszélni. Ezt ne haragudj. Általános érvénnyel kijelenteni, ez nem össze-vissza beszéd, vagy akkor mondhatnám a te konkrét tényszerű beszédedre azt, hogy piszmogás. Meg mondhatnám azt, hogy én is így leminősíthetném a te szakterületedet, azt, ahogyan te beszélsz, mondhatnám azt, hogy bogarászás. Egyetértek. Hát igen, de nem mondom, mert nem akarlak sértegetni. Én sem akartalak, még ha rosszul is használtam ezt a kifejezést, hát véletlenül sem sértő jelleggel használtam, igen. És akkor, ha így van, akkor mindenki előtt elnézést kérek, miért, de nem volt ilyen szándékom. De nyugodtan mondhatod, tehát ebben semmi probléma nincs, hogy azt mondod, hogy ez szőrszálhasogató vagyok, én ezt elfogadom, de nekem ez a dolgom.
Hát igen, de tudod, én meg szeretném jelezni, hogy léteznek általános igazságok. Attól még, hogy neked ez nem az asztalod. Léteznek általános igazságok. E szerint ezeket nem is lehetne kijelenteni. És akkor már bármit relativizálni lehet. Bármit. Hát tulajdonképpen úgy általában semmit sem lehet kijelenteni, mert a te fejedben van már is három ellenpélda. És pusztán attól, hogy a te fejedben van három ellenpélda, attól még Magyarországon igenis kurva nagy a korrupció, attól még a jogászok igenis a kapcsolatrendszerükből élnek, és attól még a jog hézagain igenis elszivárog az igazság. Még egy... Zoli, kérlek, válaszold ezt meg, és nem, aztán... Nem, menjünk tovább. Utána szeretnék látom átérni a nézői kérdésekre, úgyhogy mindenki... Látom az időkeretet, az idő elszaladt, nagyon jó társaságban rohan az idő. Bátorkodjon majd feltenni. Szóval... Eszembe jutott egy személyes élmény jogássággal kapcsolatban. Én ellenem Hajdú Péter egy jogi terrorhadjáratot folytatott. Én tudom, hogy vidám, de amikor az ember ellen 12 ügy van, és abból 8 büntető ügy, az annyira nem, mégsem annyira vidám, de én értem a széles jókedvet. Főleg amikor... Ugye, hogy mennyire szar dolog büntetőeljárás hatály alatt állni? Ja, hát én tudom, hogy mennyire szar dolog. Főleg amikor a rendőrök kiszállnak a lakásomra, és jelzik azt, hogy hát őket a bíróság küldte. A bíróság küldte a lakásomra. És ők csak azért jöttek, hogy ellenőrizzék, hogy ezen a lakcímen lakom-e, úgyhogy mindjárt kérték az adataimat, tehát hogy a rendőrség kiszállt a lakásomra, akit a bíróság küldött. Ezt követően ebben a 12 különböző eljárásban végül született két elmarasztaló ítélet, kettő velem szemben. Milyen érdekes, mind a kettőben involválva volt Orbán Viktor. Mind a két esetben. Az egyik esetben arról beszéltem, hogy hát Hajdú Péter WC papírra szeretne válni Orbán Viktor WC-je mellett. Trónszéke mellett, azt hiszem, hogy így fogalmaztam. Egészen eufemisztikus voltam. De hát ez így ért egy ítéletet, tehát itt elmarasztalt a bíróság. A másik kijelentésem az az volt, hogy Orbán Viktor nem ül le a szarkupaccal egy asztalhoz. Úgyhogy itt Hajdú Péterre utaltam, mint szarkupacra. Tehát itt két esetben ítélt el a bíróság, és mind a két esetben Orbán Viktor szerepelt valamilyen formában, és az összes többi esetben felmentettek, mert nekem jogom van Hajdú Péterre azt mondani, hogy pszichopata, média pszichopata, közveszélyes pszichopata, minden szarnak elhordtam szó szerint és a szó átvitt értelmében egyaránt, és ehhez mind jogom volt, de Orbán Viktorral nem hozhatom én ezt kapcsolatba. Tehát így megint csak azt tapasztaljuk, hogy a KH-hoz visszatérjek, hogy Orbán Viktort nem szabad ebben az országban emlegetni, főleg nem a szarral kapcsolatba hozva. Azért jár az ítélet. Egyébként szólásszabadság van. Hát, hogy ez Magyarországon a jogszolgáltatás? Ez a jogszolgáltatás? Orbán Viktor személyes érzékenységét védi a bíróság? És ebben a jogszolgáltatásban kéne bíznunk, ami tulajdonképpen semmi más, mint kvázi Orbán Viktor PR ügynöksége? Ha valaki bírálja Orbán Viktort, azt elmarasztalják. De én is Orbán Viktort bíráltam, de ebből is látszik, hogy ennyire primitív az ítélkezés, hogy nem is kell Orbán Viktor bírálni, egyáltalán a szarral, bármilyen formában, WC papírral, sektörléssel, meg szarral egy asztalhoz leüléssel kapcsolatban Orbán Viktort még összekenjük szarral, bűnös! Oké. Most ha azt mondom, hogy nem értek egyet, akkor abból az fog kikanyarodni, hogy én Orbán Viktort védem, de egyáltalán nem érdekel Orbán Viktor ebben a kontextusban, mert nem Orbán Viktorról szólnak ezek az ítéletek. És én véletlenül sem szeretnék érzékeny témát megérinteni, de ezt megbeszéltük egyébként kint, hogy erről fogunk beszélni. Tehát nyilván ez az ő személyes, érzékeny, szenzibilis adata, a büntetőeljárási adat, és megbeszéltük, hogy erről beszélhetünk. Ugye ez az ítélet, ami egyébként most legutóbb a 3030/2019-es alkotmánybírósági határozatban is közzétételre került, és én nyilván csak ezen az alkotmánybírósági határozaton keresztül ismerem ezt az ügyet, ott azért egy határozott
tényállás van idézve, amelynek semmi köze nincsen Orbán Viktorhoz, hanem azt mondja a bíróság, és ne haragudj érte, ez tényleg nem személyes kérdés, egyetértek ezzel a bírósági állásponttal, hogy az egyrészt a véleménynyilvánítás szabadsága addig terjed, ameddig nem sértek meg vele más embert, és a bíróság azt mondja, hogy adáig közszereplőként neki még messzebb is tűrni kell ezt, de azt, hogy az emberi mi voltát bárki megkérdőjelezze, ez az emberi méltóságnak az olyan szintű negligálása, amely nyilvánvalóan megvalósít bűncselekményt. Ugyanakkor, hogy tényszerűek legyünk ezzel a történettel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez is ehhez az igazsághoz tartozik. Az igazságnak az az oldala, hogy az ítéletről, illetőleg a büntető eljárásról te a Facebookon, meg mindenféle csatornákon tudósítottál, és ott újra elhangoztak ezek az egyébként az ítéletben becsületsértőnek nevezett kijelentések, ami miatt ez a bizonyos ember, én nem, szándékosan nem használok neveket, újabb magánváddal élt, nyilván ugyanolyan cselekmény miatt, hiszen ha egyszer elítéltek valakit egy állításért, gondolta ő, akkor majd másodszorra is el fogják ítélni. Mit mondott ekkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, majd a Fővárosi Törvényszék, majd az Alkotmánybíróság, erről szól az AB határozat, hogy Puzsér Róbertnek nem volt joga emberi mi voltában öncélúan emberi mi voltát öncélúan megkérdőjelezni az illető személynek, ugyanakkor joga volt a büntető ügyben ismételten ennek nevezni, mert ez már nem öncél volt, hanem egy büntető eljárásban kifejtett védekezés. És az öncélt azt mondta, hogy helytelen, a öncél nélküliséget azt mondta, hogy helytelen, az öncéllal megvalósított azonos kijelentésekre pedig azt mondta, hogy helyes. Tehát ebben a történetben én azt gondolom, hogy a bíróságok igenis konzekvens döntést hoztak, és szerintem nagyon szép az alkotmánybírósági döntés is, bár voltak ugye olyan külön vélemények, meg párhuzamos indokolások, nem, egy külön vélemény volt, ami azt mondta, hogy egyáltalán nem is kellett volna ezzel az alkotmánybíróságnak foglalkozni, foglalkozott vele, de nem is az alkotmánybírósági döntés volt itt a lényeges, hanem az a fővárosi törvényszéki végzés, amely ugye azt mondta, hogy másodszorban Puzsér Róbert nem bűnös, hanem megszüntette a magánvádas eljárást, pontosan az ismertetett okokra tekintettel, és Orbán Viktorról, és bocsánat, én nem akarom ezt a nevet kimondani, mert nem ez a dolgom, hogy ma ezt a nevet mondjam, egy szót nem szólnak ezek a végzések, sem az egyikben, sem a másikban, mert a jogi érvelés ettől függetlenül is kristálytiszta. Világos, csak arról van szó, hogy rengeteg esetben minősítettem Hajdú Pétert, nem vitattam el az emberi mi voltát, tehát amikor én azt mondom, hogy nem ül le a szarkupaccal, akkor én a kulturális szerepéről beszéltem, nem arról, hogy ő még csak nem is arról, hogy milyen emberi minőség, vagy ő egy szarember, hanem arról van szó, hogy az ő kulturális szerepe, amit hát ő a Frisbee című műsorával megvalósít, az a szarral analóg. És hát erre utaltam, és millió helyen utaltam erre, de ahol Orbán Viktorhoz ennek nem volt, tehát ez nem kapcsolódott, tehát a mondaton belül nem volt ott Orbán Viktor neve, ott felmentettek. Ahol meg ott volt Orbán Viktor neve a mondaton belül, ott meg elmarasztaltak. Szóval ezt a megfigyelést tettem. És ott annyi vádpont volt, tehát konkrétan annyi minősítés volt citálva, hogy statisztikailag ez hát legalábbis figyelemre méltó. Megkérdezhetném, hogy a nézőközönség közül hány kérdés van erről láthatólag, mert akkor úgy osztjuk be az időnket. Csak bátran, kettő. Három is van ott hátul. Három. Kicsit magasabbra, ha lehet. Vagy most, vagy soha. Három biztos. Jó, akkor szerintem szálljunk egy pár percet a nézői kérdésekre, mert olyan szépen kikerekítettük ezt az utolsó témát, hogy ezzel most már nagyon nincs mit továbbvinni. Kérnénk akkor egy mikrofont. Az úrhoz kérlek, előoldalt. A morállal összefüggésben kérdeznék, hogy ki a morál birtokosa? Ugye indult onnan a történet, hogy rábíztuk a sámánokra, papokra. Mégse vált be, rábíztuk az erős emberekre, olyan szép nagy kardjuk volt, királyoknak hívtuk. Aztán a piac úgy döntött, hogy ez mégse jó, és most nagyjából ott tartunk, hogy legyen inkább a nép éper a gyerekeké, a közmorál. És innentől kezdve hogyan várható el
az, hogy újra legyen morál, egy vezető morál a társadalomba, tehát kinek kéne vezetnie gyakorlatilag, nekem így egyszerűsödik le a kérdés. Illetve a jog ilyen értelemben véve egy olyan fajta börtönünk és mencsvárunk egyben, ami egymás ellen megvéd bennünket adott esetben. De hogy a konkrét kérdés az, hogy a morál az hogy állhat helyre egy ilyen társadalomban, amiben mi vagyunk meg Svédországhoz összehasonlítva, lehet, hogy a jogszabályok azonosak, csak a társadalom nem. Na, nagyon súlyos és nehéz kérdés, ez nagyon súlyos és mély válságban vagyunk. Mély erkölcsi, meg szellemi válságban vagyunk. Egy valami biztos, hogy nem a néphez tartozik a morál, és nem a gyerekekhez tartozik a morál, hanem jelenleg a pénzhez tartozik. A nagyobb pénzhez és a nagyobb hatalomhoz tartozik a morál. Ez azért így nem helyes. Most én nem azt állítom, hogy a morálnak lehet egy kétségbe vonhatatlan birtokosa. Sőt, ez a kétségbe vonhatatlan birtokosa minél önkényesebben birtokolja ezt és érvényesíti ezt a morált, morálisan úgy ássa alá saját magát, és veszíti el a saját morális talapzatát, a saját morális felhatalmazását. Egy valami biztos, hogy a megoldás a problémára nem az, hogy akkor nincs. Hát, mert hogy jelenleg ez a nagy erkölcsi relativizmus nagy feloldása az, hogy tehát akkor nincs, tehát marad a jog. Jobb híján. Hogy bízzunk a morált a jogászokra? Igen, hát jelenleg ez történik. Hát ez fejeződik. Az elvárást, tehát hogy ne a jog mentén dolgozzatok, hanem akkor tiétek a morál, menedzseljétek azt is. Nem, a jog mentén kell dolgozni. Csak nem a jogból levezetni a morált, hanem a morálból a jogot. Na most világos, hogy nincsen egy ilyen megfellebbezhetetlen és kétségbe vonhatatlan morál. De tudjuk, hogy van nagyon sokféle morál, és hogy ennek a sokféle morálnak, ennek van egyfajta közös halmaza. Van egy ilyen minimum morál. Valamiféle alap. Azért ezt ki kéne emelni, és ezt érvényesíteni kéne, és ebből kellene a jogot származtatni. De bizonyos értelemben ki mondja meg ezt a morált? Tehát, hogy elhangzott nagyon szélsőséges példaként a halálbüntetés kérdése, de a sokkal kisebb társadalmi súlyú kérdésekben is óriási viták vannak. A filozófusok, és nem a jogászok. Tehát a filozófusok. Mert ahonnan indultunk, a papok, úgymond? Mert igen. Mert ők értenek hozzá, mert nekik ez a szakmájuk. Tehát nem a jogászok. Tehát sajnos a probléma az, hogy ebben az országban jogászok és történészek vezényelték le a rendszerváltást, és az olyan is lett. Tehát itt a valóságérzék és az igazságra való törekvés legcsekélyebb jelen nélkül zajlott le ez a rendszerváltás. És ez körülbelül ki is fejeződik. Ez a rakománykultuszok analógiájával tudom ezt párhuzamba vonni. Ez egy imádnivaló sztori, a Csendes óceánon játszódik, ahol volt egy amerikai támaszpont, és ott az amerikaiak rendszeresen kaptak az ott állomásozó katonák, rendszeresen kaptak a második világháború idején, ellátmányt repülőgépekről dobálták le. És ebből az ellátmányból a benszülöttek mindig kaptak konzerveket. És amiután véget ért a második világháború, és elköltözött onnan az amerikai hadsereg, megszűnt a támaszpont, kialakult az úgynevezett rakománykultusz az ott élő benszülöttek körében. Felépítették a repülőteret, felépítették a támaszpontot, meg a jeladó tornyot nádból, fából, így összetákolták, ilyen nyomorultul kinéző, de az eredetire emlékeztető templomot állítottak, és várták az égből az ellátmányt. Mert az volt a hihetetlen világuk, hogy fel kell építeni a támaszpontot, és a támaszpont ellátmányt okoz. Na, így zajlott a rendszerváltás itt. Ezek által a jogászok meg történészek által lefolytatott rendszerváltás. Létre kell hozni a demokratikus intézményeket, és az intézmények majd demokráciát okoznak. És létre is hoztuk a demokratikus intézményeket, a jogászaink megalkották őket, és vártuk a demokráciát, hogy jön az ellátmány, és nem jöttek a repülők, és nem dobták le. És nem lett demokrácia
az intézményekből, mert a demokratikus intézmények nem okoznak demokráciát, ahhoz demokraták kellenek. Az meg itt hiányzott. De a helyzet az az, hogy a probléma, hogy a jogászoktól származik az, ugye a jog, a jogból meglevezetjük az igazságot. Na, ebből lett a nemzeti együttműködés rendszere, ebből lett Polt Péter és Orbán Viktor igazsága. És a ebből lett, és a helyzet, és megint a kályha. És ez a súlyos válság, ez az, amit meg kéne fordítani. A filozófusok kell, hogy egy konszenzusra, egy morális konszenzusra jussanak, és abból a morális konszenzusból kell származtatni a jogot. Azt gondolom, hogy ez a minimum, amiért törekednünk kell. Köszönöm. És a filozófusok képesek erre a konszenzusra? Most ezt nem cinikusból kérdezem, hanem tényleg. Ez a feladat, hogy képessé váljanak erre, igen. Ez a feladat, még hogy képessé váljanak. Még őknek is válniuk kell ehhez. Tehát ebben a pillanatban nem képesek rá. Vagy képesek, ez a kérdés. Mert akkor a jogászok is fejlődhetnek még, ha azt gondolom, hogy nem annyira jók. Igen, de a jogász kell, hogy a filozófus alá tartozzon, és nem a filozófus a jog alá. Tehát arról van szó, hogy a filozófusnak nem az a feladata, hogy megideologizálja azt a jogot, amit kikönyököltek a jogászok, hanem a jogásznak az a feladata, hogy érvényesítse azt az erkölcsöt, amit a filozófusok egy konszenzus keretében meghatároztak. Legyen így egyébként, ezt komolyan mondom. Láttam én itt egy másik kezet ott valahol. Igen, a szakállas úriember. Megkérdezhetem közben, hogy valakiben még megfogalmazódott kérdés, mert akkor úgy igazítjuk az időt. Senki? Vagy csak én nem látom. Ott hátul, jó. Akkor erre a kettő kérdésre még szánnánk időt, és attól tartok, a többit már csak személyesen tudják majd az esemény után. Nekem csak egy széljegyzetem lenne a beszélgetéshez igazániból, sőt, ha már az előző így, meg a beszélgetés során is felmerült ugye a filozófusok kérdése, hát akkor beszélhetünk olyan társadalom filozófusokról is, mint Herman Spencer például, és nem hiszem, hogy mindenki szeretné ezt a Survival of the Fittest merendezkedést, vagy akkor legyen Arthur de Gobineau, és akkor ő is egy filozófus volt. Tehát nem hiszem, hogy erre a morális alapra lehetne helyezni ezt a kérdést. Igazából én a forráshoz szeretnék hozzászólni, hogy itt volt egy ilyen gyors vita, hogy tanár úr mondta, hogy akkor ezt, honnan ez, hogy ezt a forrás meg kellene jelölni, és ugye itt szerintem azt kell megérteni, hogy alapvetően két különböző aspektusba álltak ez a vitához, tanár úr inkább egy tudományos racionális vitaként közelítette volna meg, ahogy én gondolom, Roberta inkább pedig egy, hát most nem azt akarom mondani, hogy egy ilyen közéleti kocsma beszélgetés, de inkább ez a könnyebb variánsa. Na most arra akarok kiukadni, hogy azért fontos a forrás megjelölés, és előre bocsánat, remélem, nem vagyok jogász. Azért fontos a forrás megjelölés, mert hogyha valaki ismeri a sztorit, akkor kérem ne lője le, hogy hányan hallották ezt, vagy látták ezt, hogy Orbán Viktornak volt egy ilyen beszéde 2008 áprilisában, hogy ha az euró árfolyama 300 forint fölé emelkedik, akkor le kell mondani a kormányfőnek, ahogy a miniszterelnöknek. Tehát tegye föl a kezét, aki ezt hallott. Senki nem hallotta? Hát, jó. Ugye ez egy hoax. Ez nem volt így. Egyáltalán. Navracsicsnak volt egy hasonló szólása, körülbelül 2009, nem tudom, őszén, akkor volt valami hasonló. Tehát azért fontos a forrás megjelölés, mert így kerekednek egyfolytában az álhírek, az új konteók, és ezek adnak politikai tőkét az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak. Hogy én most belőttem valamit a beszélgetésbe, nem tudom alátámasztani, de ugye Facebookon így generálódnak is újra és újra és újra ezek az álhírek, és ebből komoly politikai tőkét lehet kovácsolni. Tehát ezek azért veszélyesek. Megjelöltem a forrást azóta. Én ezt értem, tudom. Tehát, hogy nem az volt, hogy most vétettél, hanem hogy ezért fontosak az ilyen. Én erre utaltam, és köszönöm a hozzászólást, abszolút. Na igen, csak van ennek, tehát én csak arról beszélek, hogy van ennek az érmének egy másik oldala. Amikor elvitatunk valamit, ami nyilvánvalóan megtörtént, mindannyian hallottuk, de bele lehet kötni formailag, hogy az illető nem tudja, hogy hányadika volt aznap, milyen napra esett, hol volt, milyen körülmények között, és ilyen módon kvázi nem a tárgyal vitatkozunk, hanem formai gigszereket keresünk, hogy elvitassuk az érvényét, mert ezt az érvet itt most diszkreditálni akarjuk.
Nem az érvel vitatkozunk, hanem az érvelő jogával az érveléshez. És ez ugyanolyan gyakran fordul elő kommentmezőkben, meg ugyanolyan gyakran fordul elő kocsmákban, ahova a kollega úr nyilván nem jár, de hát én meg ott születtem, meg neveltettem. Nem, sűrű járok. Igen, tehát, nagyon sűrű járok. Nem azt akartam igen, mondani, hogy ez egy de, hogy a jogászok igen, is egyébként. Igen, tehát hogy én, tehát ez legalább olyan gyakran fordul elő. Tehát nyilvánvaló, hogy az érmének két oldala van. Egy valami biztos, hogy említetted, hogy nem vagy jogász. Jó. Minden adottságod megvan hozzá. Hát az igazság az, hogy nem lehet véletlen az, hogy a média és a jog a két legnépszerűbb szakma. Nem lehet véletlen, mert ennek a két szakmának étosza van. Mi az étosz? Nem kell dolgozni, és nagyon nagy pénzt lehet akasztani. Óriási tévedés. Ez az étosz nem létezik. Ugye? Ez nem létezik. Ez egy óriási tévedés. De most én az étoszról beszélek. Az étosz tév, maga az étosz értem, tévedés. Értem. Tehát hát nem arról van szó, hogy nagy pénzt lehet akasztani. Hát de téved az az étosz, aki ezt gondolja. De az étosz ettől még létezhet. Még nem a létjogosultságát vitattam, hanem nem. Azt mondtam, hogy téved. Lehet, tehát hogy téved. Ezzel elismertem a létjogot. Nagyon keményen. Tévedni csak az tud, aki létezik. Nem, nagyon, én és elhiszem, hogy nagyon-nagyon keményen kell dolgozni, amikor például pecsételünk, rá is kell lehelni, ahogyan a Kabos Gyulától láttuk, és rá kell nyomni a pecsétet, az embernek aztán az 50 ezer forintot el is kell rakni. Meg kell számolni. Meg kell számolni, azért külön leizzad benne. Tehát én biztos, főleg hogy... Főleg a 2-20 ezres, meg egy 10-es. Ja, kurva kemény meló, de... tehát az alig, ha lehet véletlen, hogy megint a privilégiumoknál tartunk, az ügyvédek nem reklámozhatják magukat. De igen. Igen? Igen. Én ezt úgy tudom, hogy az ügyvédek nem reklámozzák magukat. Ezt akkor nem jól tudod, nem reklámozhatják nem, magukat. Ugyanúgy szerepelhetnek a reklámokban. Reklámozhatják magukat, a reklám közétételének vannak az etikai szabályzatban komoly keretei. Mik a keretei? Hát például nem utalhat eredményességi mutatóra, nem hivatkozhat az ügyfelére, az ügyfélnek például a társadalmi állására. Nem mutathatja be azt, hogy ő más ügyvédekhez képest sokkal eredményesebb. Nem utalhat arra, hogy neki a hatóságok legyen az bármilyennél, valamiféle olyan lehetősége van, ami más ügyvédekkel szemben, egyéb, tehát az a bizonyos fekete és piros rulett kockák, ezekre nem utalhat. Mindvégig tekintettel kell lennie az ügyvédi hivatás tisztességére, és azt hiszem elmondtam az összes feltételt. Tehát hirdetheti magát, kiteheti magát ugyanúgy nagy óriás plakátra az M5-ös autópálya mentén. Világos. A kérdés az, hogy ki kíváncsi rá, hogy ott szépen mosolyog. Nem nagyon láttam ügyvédeknek, meg jogászoknak, meg ügyvédi irodáknak, meg jogszolgáltatóknak, ilyen szolgálatoknak a hirdetéseit. Hát egyrészt nincs még itt a kultúra, USA-ban ez már egy bevett dolog, ráadásul Magyarországon meg a közjegyzők most irdatlan PR-ban vannak, tehát úgy nyomják magukat, mint hogyha ők tojnák azt a bizonyos tojást, de nem akarom én őket most itt pelengére állítani, csak a tényt állapítottam meg ezzel. Lényeg, hogy az étosz létezik. Még hogyha te azt állítod, vagy az itt jelenlévő jogászok azt állítják, hogy kurva kemény meló. És hogy kurva keményen kell dolgozni. Én például a médiában dolgozom, és jelenthetem, hogy azzal kapcsolatban ez az étosz kurvára helytálló. Nagyon sajnálom, hogy a jogászokat ide kevertem. A médiában ez, hogy nem nagyon kell dolgozni, és iszonyatos pénzt lehet keresni. Hát igen, ez bizonyos országos tévécsatornáknál hát bizony úgymond közhely. Mindenki elég jól tudja, hogy például Stoll Buci egy hónapban, hát ő 6 millió forintból jön ki. Hát neki ennyi, ez az, amit így meg kell csinálnia. És hát ő ezt meg is csinálja tulajdonképpen. Tehát ez az étosz, ez most lehet, hogy a jogászokra ez nem vonatkozik, mert én ebben a világban nem vagyok ismerős, most jó, hogy így megtudtam, hogy igazából nem. De minden esetre az étosz önmagában él és belengi a közgondolkodást. Tehát ez viszont meg ténykérdés. Na most pontosan tudjuk azt,
hogy az igazán fejlődő üzletágak, akár a robotika, akár az informatika, sokkal kevésbé vonzóak, mint a jogásság, azon belül is az ügyvédi pálya, vagy akár a média. Tehát, hogy az étosz, az jobban hat adott esetben, még mint a közgazdasági racionalitás, vagy a társadalmi folyamatoknak a racionalitása. És ez alig, ha véletlen, hát engem is a szüleim jogásznak szántak. Hát nem lehet véletlen, hát ők már a szüleim is úgy álltak hozzá ehhez, hogy a gyereknek, hát azt mondjuk tapasztalták, hogy így vannak bizonyos verbális képességei, és az elég jól meg lehet ebből élni. Tehát váltsuk ezt fel lehetőleg egy jó karrierre, vagy egy jó előmenetelre. De ez alig, ha lehet véletlen. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezt azért bizonyos társadalmi korok is generálják, és ennek azért van egy feltehető dinamikus változása. Nem tudom, hogy igazam van ebben a kérdésben, de hogy mennyire népszerű, vagy mennyire nem népszerű, és hogy az étosz, meg nem étosz, az elmúlt években, és ehhez itt vannak szakértő emberek, akik ennek a számait pontosan tudják, a továbbtanulási statisztikákban, a felvételi pontszámokban azért nem a jogi karok voltak azok, akik a legelső helyen megjelentek. Elég csak arra utalni, hogy például a Corvinus Egyetem azért torony magasan messze a legnépszerűbb egyetem Magyarországon. Azt gondolom, hogy okkal s joggal egyébként, mert én nem akarok senkivel se szemben állni. Stolbucinak meg azt kívánom, hogy keressen 8 milliót, de ő is dolgozik érte, mint az állat. Hát igen, annak az üvöltése, hogy Leó vagy Ágica, ez a kurva kemény meló, mint az áll az a gürizés a munkapad mellett, az ember tényleg így képzeli el az öntudatlanság napszámosait. Az utolsó Leó kérdés... vagy Ágica és számlatömb. Az utolsó kérdésre még gyorsan szánnánk időt, hátul láttam valahol egy kezed, de nem tudom. Ott még jelentkezik mindig. Annyit előre bocsátanék, hogy megpróbáljuk 5 percbe beleszólítani, de eszünk ágába sincs bármelyik vitapartnerbe belefolytani a szót. Refeljem majd odakint egy sor mellett. Köszönöm szépen. Itt elhangzott még a jogásság túlszedése, szóval túlszulejtettük a társadalmat, ha azt jól emlékszem rá. Én ezt inkább függésnek mondanám. És a társadalmi kohézió alapja szerintem ez a függés mindenféle hivatással szemben. Legyen az orvos, ahol személyes véleményem szerint a függés sokkal erősebb, mint egy jogásznál, vagy legyen egy pék. És most ebből a gondolatból vezetném az utolsó kérdést. Kimondhatjuk-e azt, hogy Puzsér Róbert a társadalom egy tagját a pékek foglyul ejtették? Jó lassan esett le mindenkinek. Nem éreztem még soha életemben magam a pékek túszának. De a jogászok túszának, meg hát igen. És ahogy így visszagondolok a 20. századi drámairodalomra, meg regényirodalomra, én olyan sztorit a pékekről, mint amilyet a Franz Kafka írt a jogászokról, meg a jogról, a Per című elbeszélésében, hát nem nagyon jut most így eszembe. Talán Franz Kafka baszta el, hogy nem a pékekről írta meg a Sütöde című elbeszélését. Talán a társadalom kellő ismerete hiányzott Kafkából, hogy ezekre a jogászokra, miért pont a jogászokra írtasz? Érthetetlen. Talán az Ördög ügyvédje című film jut most eszembe, ami szintén ez az alaptézise a sztorinak, hogy hát a hősünk eladta az igazságot a jognak. És hát itt az a joghézag, ahol az ördög beteszi a lábát az ajtórésen, hogyha megvan a film. Lehetett volna az Ördög pékje című film is, de valahogy mégsem, az alkotók mégis úgy döntöttek, hogy az ügyvédekről írják meg ezt a sztorit, mert hát faszok voltak, nem vették észre a pékek zsarnokságát. Az Ördög ügyvédjével kapcsolatban, egyébként ez a végső konklúzió, ez
eszembe, azon túl, hogy vicces volt, még gondolatébresztő is, de az ördög ügyvédjével kapcsolatban azt azért tegyük hozzá megint az érem másik oldalát, hogy a film szól valamiről, nagyon súlyos dolgokat állít, és nagyon súlyos dolgokat mutat be, és az ördög oda tette az ajtóba a lábát, ahogy fogalmaztál, de mit csinált a főhős, az ügyvéd? Bedobta az ügyet, és nem hagyta, hogy az ördög bejöjjön az ajtón. Igen. A végén az ügyvéd, de aztán jött a következő per. Láttuk a filmnek a legvégét. Azt tudjuk, hogy a hiúság a kedvenc bűnöm. Igen, a hiúság a kedvenc bűnöm az utolsó közül, mondat. És visszatér, az ügyvéd visszatér. Tehát én azt gondolom, hogy a hősünk, amíg a jogi pályán van, addig az ördöglába mindig ott lesz az ajtórésben. Persze az ügyvédnek mindig ott lesz a lehetősége, hogy bezárja ezt az ajtót. És én ezt végszónak tekinteném. Hát igen, én azt gondolom, hogy... Bízzunk abban, hogy minél többször zárja be az ajtót. Nem csak az ügyvéd, hanem mindenki, amikor az ördög be akarja tenni az ajtóba a lábát. Igen, bízunk benne.